Sziasztok, ez itt újra a kontextus. Ha minden igaz, akkor ez június 4-én megy ki ez az adás, tehát uh, Trianon, a Trianoni béke szerződés évfordulója van. <kül> Úgyhogy arra gondoltam, hogy egy szakavatott embert kérdezek meg erről a témáról, vendégünk Ablonci Balázs történész. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy a, a nézőket, hallgatókat, és köszönöm a meghívást, Gábor. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A legfontosabb kérdést teszem fel az elején, mikor jár le a trianoni békeszerződés? Ja, hát nem, 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 jár le, ugye ez az egyik újságíró ismerősöm kedvesen emlékeztetett is rá, hogy van egy ilyen, most egy angol szász nevű újságíró van elnevezve az a szabály, hogy ami, ami az összes olyan kérdés, ami címben van föltéve, és kérdőjellel végződik, azokra mindig nem ja. lehet válaszolni. Tehát, hogy, tehát ugye az egyik könyvemnek hm. is ez a címe. Hm. Nem, nem jár le, ugye, mert egyrészt nem időre kötötték, tehát hogy ez ez, 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 így nem jár le. Bizonyos részei lejártak, az 1947-es Párizsi békeszerződés váltotta föl őket, de nem mind, tehát ezért szerepel a Ezért szerepel a mai magyar törvénytárba is, mint azt néhányan döbbentek föl szokták fedezni. Ugye hogy a 1921. évi 33-as törvény, ez a trianoni békeszerződés, pedig azért, mert vannak bizonyos részei, amik viszont Hatályosak, nem tudom, hogy ez elég jogszerűen uh -huh. hangzik-e. Nem, mindent nem cserélt le akkor a párizsi békés? Nem, kérdez. mert ugye egyrészt vannak olyan országok, amelyekkel Magyarország uh -huh. uh, nem uh, kötött békét 47-ben Párizsban. Uh -huh. Tehát, hogy más nem mondják, például a az akkori Sziámi királyságnak nevezett Tajfölddel nem álltunk uh -huh. háborúban 1947-ben, vagy 45-ben, és ebből ki békét se kellett kötni, viszont a triannik békeszerződést a Sziámi királyság is ö, aláírta. Vannak, Illetve vannak olyan részé a triannik békeszerződésnek, amelyek... Ö, Ugyan ö, olyan nemzetközi egyezményeket ö, tartalmaznak, amik ma is érvényben vannak. Hogy egész pontosan mire gondolok? Tehát ugye a Triani Békeszerződés nagyon hosszan tartalmazza a Nemzetek Szövetségének, a korabeli ENSZ-nek az alapokmányát. Ugye ez a szervezet már megszűnt, ugye 1946-ban is föl, föl, váltotta az ENSZ, de vannak olyan ö, társult ö, vagy szakszervei a Nemzetek Szövetségének, amik ma is léteznek ENSZ fennhatóság alatt, hogy ilyen a gondom sokak által ismert nemzetközi munkaügyi szervezet, az ILO, ami, amit a Nemzetek Szövetsége hozott létre, és ma is létezik, azt hiszem valahol, ugye ezeknek általában a Svájc van a székhely meglepő módon, ma is létezik, és Magyarország is tagja, tehát hogy ezeket a részeket ugye nem vették ki, a, vagy ezek most is hatályban vannak, és vélhetőleg ezért van benne a magyar törvénytárma. Nekem az a, az első kérdésem az, az, az első igazi kérdésem, hogy a, 2010-ben ugye az országgyűlés létrehozta a Nemzeti Összetartozás napját. Uh -huh. Tehát minthogyha ez egy traumatikus élmény trianon, és minthogyha ezt valami pozitívvá akarták uh -huh. volna átfordítani, és nem tudom, hogy ennek hatására vagy ezzel együtt a tehát Trianon, mint hogyha már, ma már nem lenne, tehát politikailag nem vit téma az, hogy most ez rossz vagy jó volt, nem? Tehát mindenki elfogadja, igen, hogy igen, igen. alapvetően ez egy rossz, ez egy, ez egy káros béke volt, nagyon rossz a Sőt, hát akkor beszélj nyíltan, <kül> ez egy igazságtalan <kül> béke volt, tehát ezt lehet azt mondani. Tehát ez, és ez, e, ezt ma már mindenki elfogadja, mert, mert az, amikor az, el, az első könyvedben azért még vannak olyan értelmezések, tehát a politikai részről veszed az értelmezéseket, amik mondjuk így a baloldali progresszívek ezt a meghaladó történetet akarták eladni. Voltak azért a mélyáramban, mondjuk így a bal, baloldali mélyáramban olyan vélekedések, hogy valójában ezt Magyarország megérdemelte. De. Tehát ez, mint hogyha eltűnt volna. Igen, igen, tehát egyrészt végeztünk egy kutatást ugye nekem volt, van, most már az utolsókat rúgja, de van egy kutatócsoportom a Uh, lendület Trianon 100, és ott végeztünk egy nagy mintás közeli kutatást 2020-ban, és ott a, egyébként ugye néhány nappal megelőzve a század véget, ez csak én, uh, ami teljesen véletlen volt, mert nem tudtam, hogy így volt, de mindesetre ott azt mutatta, hogy a megkérdezette 94 a uh -huh. igazságtalan és túlzó békeszerződésnek tartotta a Trianon békeszerződést. Nyilván ez a századik félfordulón készült, nyilván egy felfokozó, úgy felfokozott uh -huh. hangulatban, hogy egy csomó mindenki foglalkozott ezzel, meg látta a tévébe, de ez akkor is azt gondolom, hogy ez egy nemzeti konszenzushoz közeli uh, érték. Mint a korábbi más hasonló típusú közénykutatások is ilyen 80-85-88 százalékos értékeket mutattak, tehát hogy olyan nagy, nagy, ö, nagy, változás ebben nincs. Ugye valóban a kontextus annyiban megváltozott ezzel a, a talán a 2010-hez képest, hogy, hogy valóban ott ugye azért még jelentek meg olyan egyébként azóta elhunyt szerzőktől ilyen népszerűsítő történelmi munkák, ilyen, ilyen, kicsit újra csomagolt kádárizmusként, ahol el volt mondva, hogy tulajdonképpen Magyarország ezt megérdemelte. <coughs> ö, <coughs> és valószínűleg ez befolyásolta. A korabeli politikai a, elit alkalmatlansága. Igen, meg nemzetiségpolitika. Nemzet, és nagyon őszintén, hogyha nem tudom, hogy mennyire szaladunk előre, vagy ez mennyire lett volna a téma, én úgy gondolom, hogy nyilván a magyar nemzetiség politikán, a már mint a száz évvel ezelőtt, vagy hát a Trianon előtti, nagyon sok javítani le való lett volna, és nyilván a magyar nemzetiségpolitika politika követette hibákat, de alapvetően én azt gondolom, hogy nem amiatt történt a Trianon békeszere. Tehát nem azért néz úgy ki ma Magyarország, mint a határai, mert Magyarország rosszul bánt a nemzetiségeivel. Uh -huh. Tehát ha de, jól értem, te azt mondod, hogy ez egy nagy döntés hogy Magyarország rosszul bánt némelyik nemzetiségével, uh -huh, de nem ez okozta. A... Igen, tehát én azt gondolom, hogy, uh -huh. hogy akkor is, hogyha Magyarország uh -huh. nagyon uh -huh. nagyon rendes, úgymond, most sok-sok idézőjelben jó módon bánik a nemzetiségeivel, és nagyon széles területi, meg nemzetiségi jogokat ad, ugye, amiben egyébként a lehetősége megvolt az 1868-as nemzetiségi törvény, amit részben elszabotált a magyar politikai elit, részben a maguk a nemzetiségek sem akartak részt venni ennek a rendszernek a fenntartásában, Tehát egy hosszú Időszak, például a nemzetiségi politizálásban, hogy nem indulnak a választáson, stb. De de igazából, ha megnézzük, és hogy ellenpéldát hozzak, amit keveset szoktak mondani, ugye a Horvátország esete. Ugye 1867-et követ egy magyar horvát kiegyezés, 1868-ban Horvátország viszonylag széles belső önigazgatást kap, mint a Szent Korona része. Uh, az is Szent Koron a társországa. Uh, ugyan van egy Budapestről delegált uh, bán, tehát kvázi kormányzó, de egyébként van egy, egy kormány, van egy horvát vezéleti nyelven működő honvédség, uh, az közigazgatás az egész az horvát nyelven zajlik. A horvát Szábor, tehát a parlament 40 képviselőt delegálhat a budapesti törvényhozásba, mm. ahol ők horvától szólalhatnak fel, ugye, és a Bánfi Miklós azt hiszem a, a a, a, nagy erdélyi trilógiában, meg is írja, hogy vannak olyan horvát képviselők, akik ezt arra használják ki, hogy egyébként magyar gyűlölő költeményeket olvasnak fel horvátul, amit senki nem ért, ugye? De ellenben ugye szabad főszalási joguk van. Tehát, hogy hogy tehát viszonylag, és még azt kell, hogy mondjam, a korszak európai mércével mérve is ez egy toleránsan, relatíve toleránsan kezelt helyzet volt, ami a, a, horvát politikai jelentős részét amúgy nem elégítette ki, vagy egyre inkább, hogy mentünk előre az időben, egyre több volt az elégedetlen, volt állandó húzakodás, hogy most a mávon akkor horvátul, vagy mert ugye a máv szolgáltak ki a horvátországi vonalakat, és a máv ott, ott hogy horvátul vagy magyar vezényleti nyelv. Tehát ezeken mindig lehetett ö, trükközni, de alapvetően ez egy elég széles belső igazgatás volt. Ehhez képest a horvátok számára 1918. októberében nem volt kérdés, hogy ők a Szent Korona akarnak-e maradni, vagy egy új délszláv állam részei. Még akkor is, hogyha nyilván sok fenntartásuk volt a szerb központosítása szemben, amit egyébként az idő igazolt is, mármint ezeket a fenntartásokat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy elég jó példa arra, hogy még egy viszonylag toleráns nemzetiség politika sem segített. Egyszerűen azért, mert és akkor ez egy, egy utolsó, hosszú, bővített mondat. A, a dolgok dinamikája Közép-Európában szerintem arra, tart, arra felé tartott az elmúlt száz évben, hogy, vagy kétszáz évben, hogy minden nemzet önálló államot akart magának. Egy nemzeti szuverenitásra törekvés van, ez jól látszik, hogy földarabolódik a régió. Kétszáz éve van négy nagy birodalom, most meg van, nem tudom én, 18 állam, vagy 24 attól függ, a Balti államokat is belevesszük, és ez a folyamat nem állt meg. tehát... Hogy mondjam, a figúl... nacionalizmus várta szét? A... Hát én nem szeretem a nacionalizmus szót, mert ezt elég elhasználták a 90-es évek politikai küzdelmeiben. Uh -huh. Tehát hogyha ezt egy semleges kategóriaként mondjuk, tehát nemzetépítésként... Az esetben pozitívként is mondható. De... Hát a 19. században ez rettenetesen dinamikus, dinamizáló, modernizáló. Tehát modernitás és nemzeti érzés az így kéz a kézben járhatott. És így járt is nagyon sok esetben. És ezek a... Ezek a... Mm, ezek, 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 a tendenciák mindenhol, mindenhol jelentkeznek, tehát hogy, hogy ki beszélt 200 évvel ezelőtt Észak-Macedóniáról, vagy Koszovóról, vagy hát tudom, hogy egy kicsit más tészta, de mondjuk transznisztriai köztársaságról. Tehát, hogy létrejönnek olyan államok, amik, amikről nem is gondoltuk volna, hogy, hogy akár nemzetek tudnak lenni. Ö, és aztán mégis azok lettek. Ha nem a nemzetiségi probléma, akkor mi okozta Trianont, és majd nyilván részleteiben is rátérünk erre, de rossz indulat, összeesküvés, vagy tudatlanság? Hát mindegyből egy kicsi, attól függ, mit tekintünk összeesküvésnek. Nyilván itt egyrészt van a szomszéd államoknak egy kétségtelen szívó hatása, vagy területszerzési törekvése. Tehát az, hogy ugye rétrejön az önálló Románia 19. század utolsó harmadában létrejön, ö, be, tehát így létrejön Szerbia, amelyek ugye hát egy bizonyos kétségtelen kulturális vonzerőt fejtenek ki, a, a saját államnyelvüket beszélő, de nem az adott államban élő, tehát mondjuk a magyarsági, vagy a szerbekre, vagy, a, vagy az erdély Tehát, hogy itt eleve van egy ilyen területszerzési szándék. Ö, van egy na kétségtelen nagyhatalmi szándék, és ennek, ha százalékos, százalékosítani kéne, azért ennek adnék több, többséget, tehát Aha. arra mondanám azt, hogy mit tudom, 50 százalék fölött van. Ö, összeesküvés annyiban, hogy hát mi az összeesküvés az, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek egy idő után elkezdtek kifarolni abból a háború elejé konszenzusból, hogy akkor ők lojálisak a monarchiához, akkor úgy igen, és ennek ügyébe konspiráltak, vagy kiléptek nemzetközi szintére, és akkor mit a Cseszlovák Nemzeti Tanács meg a sorokat alakítottak, akkor igen, az, hogy ugye, amit ami föl szokott merülni, vagy nem tudom, erre gondolsz, de akkor előre szaladok, hogy, hogy szabadkönyves összeesküvés, ebben én csak részben... Ugye erről elég hosszan írtam a, a legutóbbi könyvemben, vannak szabadkvensek a döntéshozók között, de én azt látom, hogy alapvetően azok a nemzeti és leginkább nagyhatalmi érdekek dominálnak, amik arról szólnak, hogy akarunk egy szövetségi rendszert Németország hátában, mármint a békekötés után, ez lesz majd a kisantant, illetve ezeknek a kisállamoknak a szövetsége. Ezért én de... nem jött be? Nem, de hát ez olyan, mint ugye a Hétmesterlövés című filmre utalnék, ahol ugye a mesztelenül a kaktuszba ugró embertől megkérdezik, hogy miért tette, és akkor azt mondja, hogy ez pillanatnyilag jó ötletnek látszott. Tehát, hogy akkor úgy nézett ki, hogy ez működőképes lesz. Ezek ilyen, ezek egyébként meg is vannak, ezek a dokumentumok, ezek ilyen nagyon pőre számításokra épülnek, hogy mit tudom én, Franciaországnak vannak országban 40 millió lakója, Németországnak van 60 millió, ugye 20 millió a különbség, 20 millió emberből ki lehet állítani, most mondok valamit, nem tudom, 86 osztály, de lehet, hogy, hogy ne, annyit nem. És akkor ezt a 86 osztályt, hogy egyenlésségben legyünk majd a, a, a németekkel egy következő konfliktusnál, hol keressük, ugye Oroszország kiesett, mint hátsó fenyegető Németország számára, hát akkor összeboronálunk egy ilyen közép-európai szövetséget lengyelekből, cseh vagy csehekből, szlovákokból, romániából, és akkor majd ezzel kipótóig ezzel fenyegetjük hát. Németországot, és mellesleg le, lezárjuk a bolsevikok elől. Közép-Európát. Egyik ötlet sem jött be a hosszú távon, mert túl nagyok voltak a belső ellentétek, ezek az országok számos belső bajjal küzdöttek, meg voltak a saját érdekeik, tehát nem mindig feltétlen mentek arra felé, amire Franciaország vagy Nagy-Britannia szerette volna. Tehát, hogy ez az elég hamar látszott, hogy ez a konszenzus szét fog zilálódni, vagy ez a, ez a helyzet szét fog zilálódni, de akkor ez volt a ezt találták ki, hogy ez lesz a működőképes verzió. Tehát az, hogy, hogy lett volna egy ilyen háttérösszeesküvés, ami azon kívül döntötte el, tehát a nagyhatalmakon kívül döntötte el a dolgot, én erre nem találtam így nyomot, pedig most már vagy 25 éve. Az első pont egyébként most volt 25 éve, hogy először betettem a lámam a francia külügyminisztérium levéltárába. Úgyhogy. Ö, hosszú ideje. Ha már itt tartunk, mert a nézőket biztos érdekelni ez nagyon, azért a populáris kultúrában viszont ez egy elég elterjedt legenda. kicsit térjünk ki arra, hogy miért legenda, miért legendáknak hívjuk őket. Hát ugye két, gyakorlatilag két könyvet írtál a, a Trianon legendákról, és miért legenda, miért nem, nem tudom, mitosz, hazugság, akármi. Azért, mert, mert én igyekszem, ez egyébként elég sokszor fölrólják nekem kollégáim, hogy hogy én a hülyékkel is empatikus vagyok, ezt idézem egy, egy idézet, egy híres magyar történész, akit most nem neveznék meg, mert nem hatalmazott fölre, de hogy igazából én azt gondoltam, hogy a mítosz szót eléggé lejáratták szintén, vagy nem, nem tudom, én berzenkedtem tőlem. A mítosz, ugye ez kicsit a kulturális antropológiában már máshonnan kölcsönözve ez a 90-es években, eléggé 90-es, 2000-es években mindenki használta nyakra főre, és kicsit a mese szinonimája lett. Uh -huh. Öm, és én azért álltam ki ezt a legendát, mert lehet, hogy ugye a legenda alapvetően, mint szent életrajz, tehát, hogy, hogy a, ami valós elemekre épít. És hogyha megnézzük ezeket a legendákat, a George Clemenceau magyar mennyétől kezdve a hajózható folyókig, a, a nem tudom én, szabadkönyvesekig akár, valamiféle valóság mag van körülöttük. Tehát igen, George Clemenceau-nak volt egy magyar menye. Ö, igen, volt, ö, volt arról szó, volt vita mondjuk Belos Agyarmatnál, meg jó új helynél a határ körül a Párizs béke konferencián, de nem a, egyébként a vasútvonalak miatt, nem a folyók miatt. Igen, tehát hogy valamiféle magot egy csomószor találunk. Tényleg ezek vannak körül... és, van vannak, voltak vannak, olyan, kétségtelenül, a kétségtelenül vannak szabadkőművesek, és kétségtelenül vannak olyan, vannak szabadkőművesek a döntéshozók között, és kétségtelenül vannak a nemzetközi szabadkőművességnek akkor relatíven nagy befolyása rendelkező szervezet, ez a Grand Orient de France, egy nemzetközi, ugye a szabadkönösség megszületésének 200. évfordulójára összévé egy nagy konferenciát Párizsban 1917-ben, ahol beszélnek arról, hogy a monarchiával mit kell csinálni. Nagyon röviden hozzáteszem, és egyetlen, egyetlen szakszerű döntés születik, hogy Csehországot fel kell szabadítani, most akármit is jelentsen a felszabadítás. De arról nem szoktunk beszélni, hogy egyébként például hasonló szabadkönyves gyűlés van Berlinben, ahol a központi hatalmak szabadkönyvese is összejönnek, és aminek sokkal kisebb visszhangja van, de ott is elmondják, hogy akkor hitet tesznek a saját országaik háborús küzdelmei mellett. Tehát, hogy, Aha. hogy, hogy kettőn áll a vásár. Tehát én azt látom, hogy ez, ez nem az én... Mert, mert, azt nem nehéz elhinni egyébként, hogy a szabadkönyvesek egy olyan berendezkedés, mint a, mint az osztrák-magyar monarchia, azt nem Szemlélik, uh, nem mindegyik szemmel. áramlata, igen, de alapvetően ugye a mondjuk a, 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 az ilyen francia ritusú szabadkövesség, a monarhiát eleve némi gyanakvás, nem elég sok gyanakvással néztem, hogy katolikus birodalom, meg elagott birodalom, reakciós. meg elnyomja a nemzetiségeket, meg reakciós. Ugye a skót rítusú az egy kicsit más már egyébként, hogy ez a percepció, de én azért azt látom, vagy, vagy, hogy, 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 hogy ezeket a nagy nemzetközi szolidaritásokat a háború eleje, tehát legyen az egyébként szociáldemokrata, katolikus vagy szabadkönyves nemzetek felettiség, a, a, háború azt radikálisan leradírozza. Tehát ugye a szocialisták, meg a szociáldemokraták, a franciák és németek is háború az azzal házaltak, hogy ők aztán nem mennek be semmilyen burzsó a háborúba. Ha itt kitörne a háború, akkor a munkásosztály egy óriási sztrájkkal ennek elejét fogja venni mind a két országban. Ehhez képest ugye, amennyire én tudom, úgy, hogy a, a, a reisztákban, ugye egyébként nőn tudjuk, aminek nagyon limitált döntési jogköre volt, de egy szociáldemokrata többség va van, akkor relatív szociáldemokrata többség van a, a Berlinben, a reisztákban, csak nélkül megszavazzák a háborút, meg bevonulnak, nincsen sztrájk, meg hasonló. Tehát, hogy ezeket a, a szolidaritásokat azért a nemzeti szempont, tehát az, hogy az egyes állam mögé be kell állni, és támogatni kell a háborús előfeszítését, ez felülírja. Ráadásul ez egy egy másik szempont, hogy nagyon sokszor, amikor a szabadkövesek szerepéről beszélünk, itt legalább három dolog keveredik. Uh -huh. Tehát egyrészt, egyrészt az, hogy a nemzetkö, úgymond nemzetközi szabadkövesség elsősorban a Grand Orient de France mit csinált. Én azt talán mondhatom, hogy én vagyok az első magyar történész, aki elment Párizsba, a Grand Orient de France levéltárába, és megnéztem a Magyarországgal kapcsolatos dokumentumokat. A, a, a másik az, hogy mit csináltak a magyar szabadkönyvesek ebben az időszakban, a háború alatt és az összeomlás időszakában, és mit csináltak a szomszédos országok szabadkönyvesei. Hmm. És az mondjuk kétségtelen, hogy van egy lobby tevékenység, főleg szerb és román részről, egyébként már a cseh-szlovák részről is, szabadkönyves körökben, de nagyon szemléletes az, hogy például ö, Alexandru Vajda volt későbbi román miniszterelnök, 19 nyarán Párizsba belép egy párizsi szabadkönyves páholyba, a román békedelegációval számos más tagjával együtt, de ezt egy levélben is mondja Julio Maniónak, ezt egyébként publikálták is ezt a levelet, ö, ö, tehát elérhető, amiben leírja, hogy azért kell belépnünk ide, mert úgy látom, hogy a bánságért folytatott, ugye ez a Tiszától keletre és a Marostól délre elterülő, nagyon jó termőföldekes déli részén, nagyon komoly ásványkincsekes iparral rendelkező régió, az, hogy előbb, bocsánat, csak annyi, hogy előttünk járnak mert ők jobban lobbiznak a szabadkönyveseknél, tehát akkor nekünk is be kell lépni. Uh -huh. És aztán persze a Vajda Vojvod ott egyébként belép, felavatják, és aztán kizárják, mert nem fizeti a tagdíjat. Tehát, hogy... Tehát ennyire ilyen szempontból Igen, használják. de hogy ez egy, ez egy régióra korlátozódott, és egyébként már nem is a magyarokkal szemben, hiszen a 19 nyarára nagyjából lehetett tudni, hogy hol húzódnak majd a magyar határok, hanem igazából egy másik országgal szembeni lobby tevékenységben használták ezt föl. Tehát, hogy valami szerepe van, és vannak, igen, a döntéshozók között van uh -huh. vannak de a magyar szabadkönyvesek tevékenységét megnézzük a korszakban, az egy ilyen Kétségbe. Egy egyébként a háború alatt egy többé koherens kiállása a magyar úgymond nemzeti célok mellett, tehát hogy ők, ők a, a radikális nemzeti... Páholyok radikális spáholyok részéről is, de nagyjából az a fura, hogy a, a szimbolikus, a szimbolikus nagypáholy nagyon ragaszkodik ahhoz, Végig gyakorlatilag nagyon fura, hogy ahhoz a, nemzetét, a haza hazai haladás összességéhez, ami ugye nálunk a reformkornak, meg a nemzeti liberalizmusnak egy nagy hívószava, és ami, ami legalábbis a 19. század végén nagyon radikálisan elkezd fölbomlani. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy vagy haza, vagy haladás. Tehát mondjuk Jászék is itt Falcolnak ki az egészből, és akkor ők elmennek egy ilyen jogi demokratikus, progresszivista, baloldali irányított irányba. Mások meg azt mondják, hogy oké, okay, első a nemzet. Tehát, hogyha itt minden jogot megadunk, meg minden állandó jogi vagyunk, akkor előbb-utóbb nem lesz Magyarország. Tehát a kettő szétválik ennek ellenére úgy tűnik, hogy a szabadkövesség hivatalos doktrinában még, még a háború alatt is ragaszkodik ahhoz, hogy ez a kettőnek együtt kell mennie. Tehát olyan dolgokat mondanak, hogy más nem mondjak, a Bóka Járpád, ugye gyermekorvos professzor, aki a szimbolikus páholy nagymestere, azt mondja 18 tavaszán, amikor a szociáldemokrata párt utasítást ad a híveinek arra, tehát szó, hogy a szociáldemokraták lépjenek ki a szabadkövességből mert hogy nem összeegyeztethető. És akkor ezt az annyival kommentálja, hogy nagyon jó is, hogy a szociáldemokraták elmennek, mert ők szociáldemokraták és nemzetközi alapon állnak, mi pedig szabadkönyvesek vagyunk és nemzeti alapon állunk. És tovább más, tehát az északkeleti vármegyék újjáépítésénél is ott vannak mindenféle jótékonysági akciók, és ugyancsak ő mondja, meg elhangzik több helyütt az ilyen szimbolikus nagypáholynak a munkaülésein, hogy, hogy a, ez, ügyelnünk kell arra, hogy az újonnan felépítendő iskolákban a nevelés Nemzeti és liberális szellemben folyjon. Tehát, hogy nemzeti és liberális. Amiben nyilván van egy egyházellenesség azért, de de az, hogy hogy itt Magyarország az egy Magyarország, és ebből nem engedünk, tehát nincs olyan dokumentum, és szerintem ilyet nem nagyon tud senki mutatni, ami arról szólna, hogy a... Magyarországi Szabadkönség azt mondta volna, hogy na, most akkor legyen Trianon, mert akkor vegyék el az ország két harmadát. Tehát, hogy ilyen, ilyen biztos. ugyanúgy, hogy ma konszenzus van arról, hogy ez egy igazságtalan béke volt, abban a korszakban is, attól függetlenül, hogy milyen egyesületeknek voltak az emberek a tagjai, nagyjából konszenzus volt arról, hogy, hogy igyekezzünk legalábbis minél többet megtartani. A há... Ja, igen, tehát a végén igen, tehát a 18-as forradalom persze az adnokesek ünneplik a Károlyi kormányt, tehát hogy félretes ne meg, uh -huh. hogy Jászi miniszter lett, és ez milyen szuper. De hogy egyébként meg a világban, ha valaki megnézi, hogy a világ, ami a szabadkövességhez elég közel áll, hát, tehát konkrétan szabadköves napi lap volt, egy, egyébként egy elég jól szerkesztett lap, a 18-as forradalomban tele van ilyen, hát nem tele, de számosan vannak, ez a szózat a világ szabad ne engedjétek meg csonkítani Magyarországot, micsoda igazságtalanság, gyűjtés, üldözött menekülő testvéreinknek, akik erdélyt kénytelenek voltak ott tehát ez, ez, bőven, ez bőven szerepel. Úgyhogy én nem ebb, 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 ebből a szempontból. Az más kérdés, most félreértés ne essék a hallgatóknak, vagy nézőknek, hogy én mit gondolok a szabadkövességről, hogy szimpia vagy sem. Ezt most történészként mondom. Hogy, hogy, én nem láttam olyat, amikor magyarországi páholyoknak az iratait megnéztem, nem csak a nagy páholynak az iratait, hanem kiválasztottam egy tucatnyi olyan vidéki páholyt, ami nemzetiségi területen feküdt, és azt gondoltam, hogy az volt az indító hipotézis, hogy biztos reflektálnak arra, hogy akkor most ez a Jászi féle úgy szóba hogy hívták nemzetiségi demokrácia, tehát még nem a, kanton, nem a kantonrendszerről beszélünk, csak egyáltalán jogokat a nemzetiségeknek, az milyen visszhangokat vár ki. És valóban, ahogy te is mondtad, vannak radikális vidéki páholyok, tehát akik mondjuk inkább a Jászi féle irányvonal mögött Állnak, tehát mondjuk, mit tudom, egy példát, mondjuk a Temesvári Losonci Páholy az, az ilyen, vagy a Zombori, ha jól nem hiszem, Jövendő, Pá, először kör, aztán Páholy. És aztán vannak mások, mint tudom, Déván, Székelyföldi Páholyó, Kolozsvári Unió Páholyó, akik meg is akarnak róla. És ezt le is írják. Nagyon éles viták vannak a Magyarországi Szabadkönösségen belül. Egyrészt a nemzetiségi kérdésről, politikai radikalizmusról. Tehát a világ kapcsán, hogy a világ azért olyan dolgokat irogat le az egyházról, meg egyáltalán nemzeti, nemzetünk vezetőre, amit én nem illik azért, stb. Tehát, hogy ilyen típusú, ilyen mm -hmm. típusú feliratok, meg, Úristen, most ne, az a baj, hogy nem jut eszembe a, szakad, a az a, a felirat, tehát amikor így átküldenek valamit, ennek van valami spéci neve, most nem fog, ugye munkatáblának hívják a, a jegyzőkönyvet, meg a soroka, de most ez nem jut eszembe, de mindesetre a vidéki pályok ezeket küldik föl, és ebben elég éles viták vannak a, a szimbolikus nagypályon belül is, hogy azért a világ azért hát jó volna, ha kicsit visszavenne most már, mert akkor nem fogunk fizetni neki, meg ilyen. És mi tehát, hogy, hogy ez a fajta feszültség benne van a dologban. És ugyanez a, tehát nagyjából ezek a politikai ellentétek vagy viták leképeződnek a szabad belül. Ha mindenki meg akarta őrizni Magyarországot akkor akkorának a mekkora, akkor mi volt a különbség a különböző politikai oldalak között? Tehát mondjuk mi, 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 volt a különbség a baloldali meg a jobboldali oldali? Megszert? Szerintem az elején úgy szóván semmi. <hül> tehát a hát... integritás. Területi, igen, tehát amikor elkezd az egész iránkomlani, nagy robajjal az egész, akkor szerintem, akkor, ahogy látom, a különböző politikai erők, tehát te, de Károly Mihály is. Van 18 karácsonya előtt, ugye az Antan beterjeszt az úgymond első VIX jegyzéket, tehát az még nem a keleti, az arról szól, hogy a magyar kormány meg a, közig, a, hadsereg ürítse ki felvidéket. És vonuljon vissza, történt, így, így ez szerepel a francia átíratban, amit Párizsból küldenek, hogy vonuljon vissza a történeti szlovákia határai mögé. És akkor ugye ezt a Vixal ezredes, akit Pestre küldtek, aki egy ilyen borzalmas, modorú, nagybajszú francia gyarmati katonatiszt volt, minimális diplomácia érzéke, meg az egész láthatóan feszített az egész helyzet, ezt odaadja Károlynak. Ez erre hogy a rejtői karakter. Abszolút a rejtői karakter a csávó, mert egy ilyen tényleg, tehát a modora, meg az egész. Meg, tehát a saját, tehát a, a, a megnéztem, a, az ő minősítő lapját a Francia Vezérkari Akadémián, és már, már húsz éve Trianon előtt azt írták rá, hogy hát jó tiszt, tehát jó lovagol, stb. térképolvasásban nem jó, kicsit arrogáns. Tehát amikor mondjuk a francia vezérkari iskolán valaki azt mondják, hogy picit arrogáns, akkor ezt el lehet képzelni, hogy, hogy mennyire picit arrogáns. Üm, és akkor Károly elé ezt odarakják, és akkor Károly, hát me, az is megvan, mert írásban született a válasz, hogy milyen történelmi szlovákiáról beszéltek ti tulajdonképpen? Tehát, hogy, és először vissza is, tehát, tehát, hogy ott van egy húzakodás arról, hogy akkor most visszavonuljunk el, vagy sem, persze végül visszavonulnak, tehát, hogy a, a, az első szerint, ahogy a, a, az első politikai erő, aki kezd, kezd, számot vetni azzal, hogy valószínűleg minden nem fogunk tudni megtartani, a, ott a szociáldemokraták között vannak, az a később kommunistává lett, tehát ez a kunfi, kunfi Zsigmond, aki messze egyébként egy, 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 intelligens, amúgy egy intelligens figura volt, hát aztán ugye beállt a a kommunisták közé, de egy jótoló újságíró volt, és ő mondja először azt, amikor 18 végén talán minisztertanács hogy akkor lehet, hogy az etnikai határok felé kéne elmozdulnunk, tehát hogy a magyar többségi területeket őrizzük meg de azért egészen sokáig, tehát uh, itt, 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 megmarad az a fikció, hogy, hogy, hogy hát nekünk egész Magyarországra szükségünk. Jászi Oszkárnak a kantonális tervezet, amit beterjeszt, vagy amit, amit ismerünk tőle, ugye az is abban gondolkodik, hogy vannak ilyen nemzetiségi kantonok, ugye ő a svájci mintát hozta, hogy ahol szlovák a közigazgatás nyelve, vagy román, vagy német, vagy vegyes nyelvű, meg vannak városi kantonok, tehát kicsit többször átírta, meg kicsit bonyi az egész, idegen, amúgy a magyar közögi uh -huh. hagyománytól, de maga az országhatár, az az ezer éves határ volt, hogy a történelmi Magyarország határa. Uh -huh. Tehát azt mondta, hogy engedjük át, mit tudom én, a délerdélyi kantonok azok romániai lesznek, Vajta, nem, nem. És ugye 18 november elején tárgyal a Román Nemzeti tanácsal Aradon, ugye van ez a híres aradi tárgyalások, és akkor beterjeszti ezt az, ennek az egyik első verzióját, és meg van döbbenve, hogy a román nemzeti párt vezetőjét, tehát a magyarországi román nemzetiségi politikusok azt mondják, hogy ez, ez nekik nem kellők, kérik a 26 románok lakta vármegyébe a közigazgatás átengedését, és akkor Jász ilyen döbbenten kiállt föl, de hát az urak szecessziót akarnak, tehát hogy elszakadást? És azt mondja neki, azt hiszem a Csicsó Pop vagy Őrül hogy igen. És a akkor, de még akkor sem vonja le bizonyos értelemben a. A, a, a következtetés, mert tovább dolgozik azon, hogy jó, hát ezek nem képviselnek mindenkit, meg Izé, és akkor tovább dolgozik azon, hogy Magyarországi-Német Autonómia, magyarországi ruszin Autonómia, Magyarországi-Szlovák Autonómia kidolgozásán, tehát hogy ezeket tovább pörgeti, ezeket a dossziékat, és aztán ugye ő 18, 19. januárjától aztán lemond, tehát már nem lesz miniszter, hanem a külügyi tanácselnöke, tehát a, a béke delegáció, vagy a békére, béke tárgyalásokról felkészüléssel megbízott figura lesz, de nagyjából, tehát ez elég fokozatosan derül ki. Vannak, tehát magánlevelezésekben látjuk, hogy nagyon, elkezdenek nagyon sötéten látni már 18 októberében mm -hmm. az emberek, de az, hogy nyilvánosan a politikai erő azt mondja, hogy hát akkor, hát akkor arra kéne koncentrálnunk, hogy a magyar területeket megvédjük, az, 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 az később jön el, és akkor ugye a VIX jegyzék, a második VIX jegyzék, tehát akkor az, hogy az az tisztán a tisztán túl... magyar terület arra? arra igen, 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 a... tehát ahol magyar többség van. Mm -hmm és amikor, hát ugye, amikor a második fix jegyzék jön, ami ugye a Károlyi kormány bukását hozza magával, hogy Károlyi, hát ugye erről mindig van egy vit, hogy átengedi a hatalmat a kommunistáknak, vagy őt is megmalmozták és átverték őt a szociáldemokraták. Szerintem ez most a mi szempontunkból nem annyira érdekes kérdés. Akkor már ugye az van, hogy, hogy egy olyan határvonalat húznak meg a Tiszán túl ami vastagon benne van a magyar etnikai területbe, ami mögé vissza kell vonulni a magyar közigazgatásnak, és és ott már a, a, teljesen magyar etnikai területet fogadnának el, vagy foglalnának el a, 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 román csapatok. Korábban is foglaltak el ilyet, csak azok nagyon szétszórva a peremen vannak, meg Székelyföld, nehezen védhető, stb. És akkor szembesül az a kormányzat, hogy ez, ez ebbe a közben nem fog belemenni, és ezt még Károlyék se hajlandók elfogadni. És akkor azt mondják, hogy oké, okay, eddig az Antantba bíztunk, meg Vilzomba meg nem tudom, voltak is naiv ábrányjaink, hát akkor próbáljunk meg a szovjet-oroszország felé fordulni, és erre nem én vagyok az alkalmas ember, ekkor még. Aztán később ugye a 20-as években elég vastagon kommunista barát lett mert mint Károlyi. Akkor próbáljuk meg azt baloldali szociáldemokraták, vagy a kommunisták erre alkalmasabbak. És akkor gyakorlatilag mondom, hogy átengedi, vagy átverték, pff, mind a uh -huh. kettő tulajdonképpen. De az, hogy így ránk szakadt, az azért meglepő, mert uh hogy gyakorlatilag nagyon sokáig úgy tűnt, hogy nem veszíti el a háborút a monarchia. Sőt, ha hát valaki 18. júniusában belenéz az újságokba, az akkori újságokba, te elég sok ilyen cikket talált, hogy hát megnyertük a háborút, elértük a céljainkat, ugye Szerbiát elfoglaltuk, megbüntettük, Romániát elfoglaltuk, megbüntettük, az oroszokat kiütöttük a háborúból, ugye a 18-as márciusi Breslitowski béke, óriási területek vannak német és osztrák-magyar ellenőrzés alatt, tehát, hogy itt látom Balcsizsinszki Endre képét a stúdióban. Balcsizsinszki Endre huszártisztként az ogyesszai megszálló erőknél szolgált a háború végén. Egy másik ember, ugye volt az a szerencsém, volt, hogy belenézhettem Csanádi Györgynek, a székelyi himnusz szerzőjének a hagyatékába, hogy nagyon precízen, precíz öndokumentációval, egy szép lapra fölragasztva, ott voltak a, a színes ogyesszai villamos jegyek kék, sárga meg. Tehát, hogy ő megszálló tiszként ott szolgált ebben a hadseregben. Az olaszokat ugye majdnem kiütöttük a háborúból, mert hogy a kaporettói áttörésnél, hát ott eléggé megrecsent uh, Olaszország. Tehát, hogy... És akkor úgy nézett ki, hogy hát gyakorlatilag jó, megvagyunk. Hatal, nyugaton lövöldöznek, de meg vagyunk. És utána ehhez képest ugye van egy szimbolikus pillanat, ez a Szent István csatahajó elsőjeztése 18 júniusában, ami, ami, ugye még talán a YouTube-on is meg lehet nézni, mert az egyik ilyen első hajó első ezt is, amit filmre vettek föl, tehát ott, ott is látható, és aztán ugye jön a Piavei Offensive, a 18. június végén, amikor, Hát kiderül, hogy ez a hadsereg már nem alkalmas offenzívára, tehát, hogy már az osztrák legyen, magyar hadsereg. Hogy, hogy addig alkalmas volt, és meg elverte a... Az... hát ugye azt azért tegyük hozzá, hogy a kaporettói és most nem, tényleg nem az osztrák-magyar hadsereg teljesítményét fitymálva, de ott azért úgy született meg, hogy, hogy egy erős német támogatással. Mm -hmm. Tehát, hogy császári német és osztrák-magyar alakulatok együtt törték át, és itt már, én nem tudom, a Piavei offenzívában emlékeim szint annyira, nagyon, nagyon kimerültek a csapatok, ugye a hatos pálnak van az elátkozott köztársaságában, nagyon klasszikus képek vannak a, a, a tényleg ilyen 50 kilós alá lefogyott katonákról, meg, 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 a rongyokba öltözésről, de ha valaki emlékiratokra vágyik, tudom, hogy nem ö, egyébként egy tanulságos elolvasni Veres Péter számadását, ugye Veres Péter paraszpárti politikus, meg író, meg, meg ki harcolt a Piavé-nál, és szintén leírja, hogy ő ezt az egész történetet, hogy a lát érdemes a két háború közti cenzúrázatlanabb kiadást megnézni. Tehát, hogy ott, ahogy, tényleg egy ilyen, az egy ilyen végső erőfeszítése volt a monarchiának, ami kudarcot valott úgy, hogy egyébként a szembe oldalon viszont brit, francia és amerikai csapatok is állnak már, hogy az olaszokat megerősítsék. Tehát, hogy voltak éppen ott, ott a monarchia háborús erőfeszítései végére de meg kell mondani, hogy tulajdonképpen egész sokáig bírta. Tehát a háború hmm. mindenki az volt, hogy állt, ez egy izé korhatozó birodalom, hogy összeomlik. Tovább bírta, mint Oroszország, ha úgy veszünk Oroszország 17 elején kiüti magát, a monarchia még másfél évig húzta. Tehát ehhez képest a azt mondanám, a teljesítmény tulajdonképpen nem rossz, de, de hát akkor már a Monarhia nem volt alkalmas offenzív műveletekre, és akkor, és akkor a következő nagy pofon az meg a bolgár fegyverszünet lesz, lesz tizen, 18 szeptemberében. És akkor jól látszik, hogy a magyar politikai elitbe is elkezd ébredezni, hogy hoppá. És már a helyi közigazgatásban is, tehát én találtam olyanokat. Foglalkoztam egy kicsit ilyen műtárgy tehát hogy az ország peremvidékeny lévő múzeumokból hogyan szállítják Pestre, Dolgokat, és nagyon vicces, hogy 16-ban ugye elviszik Erdéből, Sepsis a Székely Nemzeti Múzeumból Pestre, az, az, 18 elején visszakerül, és akkor látszik, hogy és akkor 18 szeptemberében a bolgár kiugrás után már írnak vissza Pestre, hogy hát ki csomagoltuk őket egyébként, de vissza kéne vinni, mert itt, itt ez nem jó. Tehát, hogy, hogy mert az nagyjából már a fejébe volt mindenkinek, a románokban nem lehet megbízni hogy ki tudja lehet, hogy visszaugranak a háborúba, és akkor jobb ezeket beelvinni az ország országbessébe. Mint később a nagyszüleink, akik határon túlra ragadtak az ezüstétkészletet a harisnyához igazítva a, és hát, is hasonló. Igen, hogy... igen, igen, Tehát, hogy, hogy elvédjék, ugye tehát az, ez bizonyos értelemben a háttere annak, de nagyon elkalandoztunk Trianótól, csak igen, ez igen. egy fontos téma, de hogy a, ugye itt a, a román a hadsereg, amikor megpróbálja a Nemzeti Múzeumot kipakolni, ugye annak a mögöttes ez az, hogy a Romániából elszállított műkincseket viszi el, persze aztán ki tudja, hogy mit vittek volna. És van, amit a Nemzeti Múzeum egyébként visszaadott. Tehát vannak erről, szintén dokumentumok vannak. De hogy a, a, hát, a, hivatkozás az ez volt, hogy ezeket a dolgokat, amiket ezekből a határmenti múzeumokból elhoztak, azokat szeretné visszaszerezni. más történet, hogy voltak a szépművészeti Múzeumnak teljes kollekciója rakatta a Szemoros onnan valami tárlaton voltak össze, és nem, nem tudott visszajönni a, a szállítmány, és azt a mai napig ott vannak egyébként. De ugyanígy, hogy máshogy emlékszünk rá, hogy máshogy emlékszünk arra is, ma a bevett nézet az, hogy, hogy Károlyt nem szeretjük. És Tisza István meg egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen etalonként van jelen a közéletben. De, minthogyha a korszakban ez nem így lett volna. Hát most egy pillanatra kilépek a történelmi szerepből, tehát politikus vagy ez az 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 azért, mert van, 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 van ilyen jelenség ma is, ha nem akar, tehát, mit tudom én, aki még emlékszik rá, hogy hogy Anta József is ugye utólag lett jófej politikus, meg nem tudom, a 98-as mm. Orbán Viktor még jó arc volt, a mai már nem annyira jó arc, tehát... Hát mindig nyilván van egy utólagos emlékezet szépítés, de azért, tehát hogy most kilépve egy pillanatra történelmi szerepből, Tisza Istvánt egy államférfinek tartom kár, hogy miállt, meg nem, de... a most visszalépek, visszaveszem, a, visszaveszem a történelmi sapi, sapimat. Be. Tehát egy, egy halatlan nagy formátumú figura volt Tisza, azt gondolom, aki, aki Miközben kulturálisan eléggé konzervatív nézeteket vallott, mint tudjuk, tehát adi endre, mint levéltető a magyar kultúra, pálmafén és hasonlók. Gazdaságilag ezt kevesen tudják, de gazdaságilag csőliberális nézeteket vallott. Tehát ilyen klasszik manchesteri liberális nézeteket. Egyébként elég elolvasni az összes művének a negyedik kötetét, vagy abból bizonyos tanulmányokat, védővámokról meg hasonlókról. Teológiában is, hát gyakorlatilag vannak idős professzorai, mondták, hogy hát, hát ő azért jó, szeretjük a Tiszát, de azért hát ő az egy ariánus eretnekség, amiket mondott, és ezt egy református mondta, tehát hogy teológiában is meglehetősen liberális nézeteket vallott, de egy, egy, nagy, és az a típusú konzervatív volt, az a típusú kelet-európai liberális konzervatív, aki tehát mondjuk a, a, sorsa miatt is mondjuk Stolipin, vagy, vagy a, a, az orosz miniszterelnök, az nem Stolipin, mindjárt szembe fogjuk a nevet, tehát ó, a háború orosz miniszterelnök, ez lehet hasonlítani, aki szintén merénylet áldozata lett. Tehát, hogy mert a társadalmat feszítő gondokat, tehát ő megpróbált tárgyalni a nemzetiségekkel, még szociális törvénykezésre is hajlandó volt, ugye a véderő törvényei számot vetett azzal, Ugye hát ez egy ilyen szimbolikus ügy volt, ami a függetlenség ellenzék nagyon kiabál, de gyakorlatilag a háborúra való felkészülésről szólt a dolog. Tehát, hogy meghosszabbítsuk a katonai szolgálatot. Tehát, hogy ezekkel számot vetett, de hozzá kell tenni, hogy a, és ellen, ugye ezt most már tudjuk, hogy ellenezte a háború 14-ben. Mm. És eléggé sokáig kitartott a közös minisztertanácsban. És aztán végül beadta a derekát, részben berlini nyomásra, részben az uralkodó kérésére, ö, ö, de erről hallgatott. Tehát ő félreállhatott volna, és azt mondta volna, és srácok, én megmondtam, hogy ez lesz belőle, és akkor visszavonul, nem tudom én, gesztre, mint annak idején Dák Ferenc Kehidára, és akkor azt mondja, hogy vagy az angol királynő szállóba, és akkor onnan megmondja, én vagyok a haza bölcsén, látjátok, én már megmondtam. Most ehhez képest ugye egy ilyen tényleg a predestinációban hívó kökemény, kávinista valaki volt, aki beleállt ebbe a dologba, és bizonyos értem a háborús kitartásnak a szimbóluma lett. Tehát a, az egyik leggyűlöltebb ember a korabeli Magyarországon, és ezt egyébként részben ő is tudta. Tehát uh -huh. ő ilyeneket mondott József Főhercegnek 18 októberében, hogy írt, hogy félek, hogy ma már csak kanóc volnék a lőporos hordóba. Uh -huh. És az utolsó leveleinek az egyike, amit Rézmiájnak a Kolozsvári Egyetem professzorának írt, az egyik nagy hívének magyar figyelő szerkesztőjének, azt írta, most nem fogom tudni pontosan idézni, egy elég veretes mondat, de hogy most mi nem fogunk tudni használni a hazának, majd a béketárgyalások után fogunk tudni megint uh -huh. politikai szerephez jutni. Tehát ő maga is tudta hogy, hogy, ez nem működik, és hatos pár elátkozott köztársaság című könyvében van, egy csodálatos kép, szerintem filmre kívánkozik, ugye a Tisza perben megkérdezik a, azt a rendőrt, aki kísérgette már 18. októberében Tiszát, mert akkor már voltak ilyen merénylet hírek, meg ugye korábban is megpróbáltak rálőni, hogy, 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 hogyan telt bizonyos napjuk, és akkor ez a közrendőr meséli el, hogy hát jöttünk be a, 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 kegyelmes úrral a Hermina útról, gyalog, még András Jó, stb., és a a mai József Attila utcában ugye a, a, azt látta, hogy ilyen háború ellenes, Tisza ellenes plakátok vannak fölragasztva a falra. Esett az eső, és Tisza, nem tudom hány hold ura, gróf Boros Jenő és gróf Tisza István az esőben elkezdte letépni a plakátokat, így azért az szerintem egy iszonyú erős kép abszolút filmre kívánkozik, tehát, hogy, hogy, ő maga valószínűleg tudta már, még ha nehezen is fogadta el, és látszik, hogy ott áll mellett az esőben, ez a kicsit esetlen, azt hiszem, hogy Tisztán túl ilyen közrendőr, hogy most a kegyelmes úr olyat csinál, amit nem szabad, mert plakátokat tépked, de ugyanakkor meg esik az eső, beálljak emellé, nézzem, védjem meg, mit csináljak, tehát, hogy az egész egy inszonyú filmszerű kép, tehát, hogy ő egy rettenetesen népszerűtlen politikus volt ekkor, Uh, bizonyos értelemben Károlyi a sokkal népszerűbb volt nála, főleg azért, mert ugye ő már 16-17 óta azért ilyen háború is úrokat pengetett, ráadásul ugye egy, 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 füge, egy bizonyos a saját függetlenségi pártjának a vezetője volt, ami mondjuk a magyar lakosságban, legalábbis a szavazó uh, lakosságnál egy elég népszerű politikai erő volt. Um, tehát, hogy Tisza nem tudott volna egy ilyen, egy ilyen lenni, hogy most akkor, vagy Mustafa Kemál lenni, aki egy élére áll egy populáris mozgalomnak, mert nem volt népszerű. Uh -huh. Mert ismerték. Fére is értették, bizonyos értelme, és Tisza abszolút nem volt, egy 19. század nem egy demokratikus tömegpolitikus volt. Károly sem volt az, de úton volt e felé. Ö, 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 tehát, hogy ő nem, 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 az a volt az ember, tehát nem az a típusú Kossuth Lajos, aki kimegy szeglét főterére, és azt mondja, hogy akkor fegyverbe. Nem mentek volna utána. A saját geszti parasztjai dobálták meg a koporsóját szállító vonatot, ami, ami hazavitte a, a, holtestét gesztre. Tehát, hogy, hogy egy nagyfokú ellenérzés volt vele szemben ettől függetlenül egy formátumos figura volt, és akkor vele szemben ott állt Károly, aki mondom, az adott pillanatban ez a népszerűség nagyon hamar elfogyott. Uh -huh. De az látszik, hogy a, a, politikai elit jelentős része is, hogyha az Andrássi család nőtagjainak az emlékiratait olvassuk, vagy más korszakból származó Bánfi Miklósnak, vagy a korszakból származó más emlékezéseket, tehát akkor az van benne, hogy hát jó, jó, hát ez a Mihály hát egy kicsit bolondos fiú, meg szeret kártyázni, meg gyors autókat vezet. De hát mégiscsak a mi kutyán kölyke, és hát akkor ő a miniszterelnök, akkor most őt támogatjuk. És akkor 18 vég, legvégén, 19 januárjában kiderül, hogy jönnek elő, előre az utódállami csapatok, Elesi Kolozsvár, el, akkor, akkor, elkezdik egyre többen mondogatni, hát azért a Mihály, a Mihály, elég, elég sok hülyességet csinál, ráadásul ugye most már ide jobban kétségtelen van egy baratolódás a kormányban, tehát fogynak el a függetlenségi politikusok, és kerülnek előtérbe a szociáldemokraták, mert csomó mindenkinek nem tetszett és akkor elkezd megszerveződni a jobb oldal is, föl Betlen István körül, tehát egy nemzeti, akkor még nem nemzeti egység, a nem nemzeti egyesülés pártja néven, 19. februárjában létre is hozzák a maguk pártját, mert mindenki arra készül, hogy 19. áprilisában választások lesznek. Tehát, hogy arra, arra való felkészülés zajlik. Úgyhogy, úgyhogy itt, itt, tehát igaz, amit mondtál, de közben, tehát tényleg ez úgy árnyalásra szorul, nem mindig tudja az adott korszak eldönteni, hogy XZ egy nagy államférfi volt-e vagy sem, vagy egy nagy, nagy, nagy személyiség volt-e vagy sem, és tisztában is ez volt a helyzet. Abban az adott pillanatban egy elég népszerűtlen valaki volt. Tudok röviden is válaszolni, bocsánat, csak ez egy. Ez egy nyug nyug Nyugodjon, nyugodtan, és... mert. De, és itt, de nem baj szerintem, hogy csapongunk, mert olyan elemek kerülnek elő, amik szerintem fontosak, hogy. Nagyjából a köztudatban úgy néz ki a dolog, hogy 18-ban vége van a háborúnak, és utána 1920-ban aláírják a trianoni békeszerződést. De azért, mint ahogy említetted, itt bejönnek a románok. Tehát hogy nagyon sok minden történt. Mondjuk 19, 19 és 23 között Magyarországon belül is, meg, meg Magyarország környékén, meg ahogy ez közben módosult. Tehát mi történt itt közben? Mert nem, nem csak az volt a trauma, hogy elveszítettük az országunk egy részét, hanem itt mindennapi, és főleg ebben a könyvedben írsz róla, hogyha jól emlékszem, hogy, hogy mindennapi dolgokban is azért sokkal traumatikusabb volt ez az időszak. Tehát nem ért véget valójában a háború Magyarország egy, számára. Hát abszolút nem van egy háború utáni háború, egy egy, egy vers válaszolnék, ősz nem sodort még annyi árvalombot, annyi riad hírt, minden összeomlott. Tehát ugye ez azt hiszem, ha jól emlékszem, az Áprilinak a áprilnak a tetőn című verséből van. Tehát, tehát a, a korszak emberének a helyzetébe temet, vagy helyezzük magunkat, tényleg minden összeomlott. Tehát azt képzeljük el, hogy van, van hát minimum 50 éven keresztül, tehát a magyar lakó egy, egy, egy viszonylag stabil politikai rendszer, egy, 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 nagy hatalmi státusz Európán belül, vagy annak a része a magyar társadalom, vagy a magyarországi társadalom. Tehát azt lehet mondani, hogy a magyar lakosság több mint kétharmadának az volt az élmény, hogy já, egy mindig, mindig Ferenc József uralkodik, jó, most egy kicsit negyedik Károly, de alapvetően Ferenc József a király, nem tudom én hány korona a kenyér, és nem tudom én hova járunk húsér a boltba, jó? Ezt a háború nyilván elkezdte fölborítani, mert jegyrendszer, meg elvitték a férfiakat a frontra, stb. De ugye Magyarország, mint a magyar királyságot értve ez alatt, jelentős részei nincsen, nem volt katonai megszállás kicsit ugye az oroszok betörnek az északkeleti vármegyékbe 14-15-be, ugye van az erdélyi bet román betörés 16-ban, de ott a románokat viszonylag hamar kiszorítják, de már meg ennek az ország belső részén menekültek, egyébként a 14 végétől, akkor galiciai menekültek, és aztán meg, meg, meg erdélyi menekültek. De hát, és akkor egy pillanat alatt, ugye itt már beszéltünk arról, hogy még 18 nyarán úgy néz ki, hogy hát megnyertük a háborút, és akkor a következő meg már az, hogy, hogy, hogy másfél év alatt most hirtelen azt mondanám, hogy legalább öt rendszervált, konkrétan rendszerváltás megy végbe Magyarországon. Mert azért bizonyos értelemben, még ha struktúrájában sokat is megőriz az előző rendszerből, azért a, a Károlyi féle e, népköztársaság azért más, nyilván radikálisan más, utána jön a kommunista diktatúra, utána jön az, az átmeneti szakszervezetének hiba, tehát ilyen a szociáldemokrata kormány, de hát az csomó helyen föl se tud állni, el se jutnak a, az emisszáriusai oda, akkor jön ugye a Friedrich féle kormány, akkor a Huszár kormány, és akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy 20, 20 márciusától rendezkedik be, akkor meg kormányzón a Horti Miklóst. Én nem szeretem a Horti rendszer elnevezést, Horti korszakról lehet, hogy lehet beszélni, de a rendszer biztos nem ő találta ki. Uh -huh. De hogy itt, ki találta ki ezt? Hát alapvetően Betlen, azt hiszem. Uh -huh. És nem úgy gondolom, hogy ezt ő így leírta a papírra 1921 uh -huh. áprilisában, hogy akkor azt kéne csinálni, hogy jó, akkor felsőház, akkor izé választójogot megmaináljuk, meg, meg Betlen-Peyer-paktum, ami messze túl van dimenzionálva, szerintem Aha. a Betlen-Peyer-paktum. Tehát nem így találtak ki, hanem egy nagyon jó a háttérérzékkel rendelkező, ő se, ő 19. századi politikus uh -huh. voltam csak, 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 egy, egy nagyon jó taktikai és stratégiai érzékkel rendelkező politikus, és ezek a lépések így hozták magukkal a, a dolgot, és akkor ugye a végén végül. Vége... Nem, szemben akkor ugye a Hortinak azért annyi érdeme volt ebbe a dologból, hogy ugye a korábbi ilyen fajvédő, meg elég radikális haverjaitól eltávolodva azért bizalmat adott gyakorlatilag tíz éven keresztül mm. Betlennek. Tehát, hogy És utána is a tanácsadóként Betlen marad. De most előre szaladtunk egy kicsit. Igen. Csak azt akarom mondani, hogy egyrészt van egy politikai összeomlás, ami ebbe az ismeretlen színes könyvben megpróbáltam leírni, és pont az érettségi tájékán lehet, hogy ez most sokaknak segítség, nem annyira fontos. Vagy hát fontos, persze, mert a kereteket a politika adja meg. De hogy a mindennapi ember életében most az, hogy Pejd Gyula a szakszervezeti kormányt alakított, hát szerintem ez izén mezőcsakonyán, ez marhára nem számított, őszintén szólva. Tehát, hogy öm, itt, itt a, azt kell még látni, hogy egyrészt ugye van egy katonai összomlás. hazajönnek a katonák, helyben, írtózatos, elősz elszabad az erőszak Magyarországon. Három erőszak hullám is jön, az egyik az 18 ősze. Hazajönnek a katonák, két dolgot biztos csinálnak, föltörik a vegyesboltot a faluban, opcionálisan megisszák a pálinkát, és, és, és megverik a jegyzőt, vagy elkergetik. Magyarország 3000 jegyzői hivatalából, kb. 1000-ből, tehát az egyharmadából elkergették a személyzetet. Ennek különböző okai voltak, a jegyző volt helyben az államigazgatás feje. Itt aztán zajlik egy elég durva rendcsinálás is, még a Károlyi kormány alatt, aminek minimálisan a 3 5000 halálos áldozata van. Tehát, hogy ez a... Bemegyünk, Mondom, tehát kijön városról a nemzetőr bizonyos értelemben még nemzetiségi különítmény, különbségek nélkül, és belegép a zavargókba, meg a, rablá, a rablókba. Uh -huh ezek a az kendzetiségi... a zavargórablók, ezek a, lennének a katonák? Vagy, a katonák, még vagy... meg helyiek. helyiek Nagyon van. sok helyen olyan jelentések vannak, hogy nők, nők járnak élen ebbe a dologba, mert ugye a katonák még nem érnek haza a frontról, azok a katonák, akik ott vannak a faluba, azok általában ilyen hátországi lógósok, meg, meg ilyen tartalék keretekből megszökő figurák, Hi. tehát még ez ugye 18 novemberében vagyunk, tehát van egy erőszak hullám. Közben tombol a spanyol járvány, amit ugye a Covid után nem kell mondani, sokban hasonlít a Covidra. az a különbsége, hogy nincs, nem, nem tudja senki, hogy mitől van. Nem tudja, és, és tulajdonképpen lefut, de az elég komoly áldozatokat szed, ráadásul ugye nagy körülötte a hisztéria is. Ez mondjuk most is így volt, igen? Igen, most a hisztériát úgy, hogy mit tudom én, a, igen, igen tehát a maszkviselés, meg egyebek körül is vannak ilyen, vannak ilyen típusú hisztik meg hogy a, ugye egy darabig úgy gondolták, hogy petrólommal lehet gyógyítani, petróleum most azért, rongyal, és akkor petrólómi hiány van, meg hamisítják a petrólomot, minden szóval, hogy ez, és akkor leszámolnak az üze, üzérkedőkkel, meg hasonlók. És akkor utána ugye jön a tanásköztársaság, ami az első a rezsim Magyarországon, ami az állam, állami terrort, tehát a terrort állami, államigazgatási eszközé teszi. Ami azért döbb, tehát azért, hogy mondjam, a 18 előtt sem feltétlen volt a mondjuk a jogszolgáltatás mintája egy arató sztrájk Tehát uh -huh. jöttek a csendőrök, és belepuskáztak meg, akit meg, és akkor meghaltak emberek, meg bevitték a hangadókat, megpofoszták meg, mit tudom minden de volt valamiféle törvényes keret a dolognak, azért vég nélkül nem lehetett fogságban tartani az illetőt, ö, valamiféle pernek lennie kellett. Itt meg kiszállnak Pestről, a, jönnek a, a ezek a vörös különítményesek, vagy ezek a vörös terroristák, meg cserni fiúk és elkezdenek fölakasztani, a, fölakasztják a tízesével az embereket a fákra. Szóval ilyen azért korábban nem volt. Pusztán azért, mert hogy ide-oda tartozom, meg XZ azt mondta rájuk, hogy azt mondta rájuk, hogy ők ellenforradalmárok. Szóval, hogy itt, itt ez, ez, ez azért sokaknak egy döbbenetes élmény volt. És akkor erre jön még az idegen megszállás, Ugye jön, tehát ez a fajta vörös terror válaszként a fehér a megtorlás, vagy most nem akar, tehát hogy mondjam, én nem szeretem se a vörös terror, se a fehér terror kifejezést, mert mind a kettő ilyen nagyon erősen telített, értéktelített, ideológiai telített, de most az egyszerűség kedvéért mondjuk fehér, tehát a, a, a visszacsapás, és akkor még jön a, az idegen megszállás. Ugye Magyarország, a trianoni Magyarország, tehát ma a kis Magyarországnak a 80%-a idegen megszállása 60-19 tehát a románok nem csak Budapestet foglalják el, hanem Esztergomot, elmennek Győrig, meg Fehérvárt, meg, meg, Veszprémet. És ez a megszállás, főleg egyébként a Dunatisza közén és a Tiszántulon, egy nagyon véres megszállás. Erről most kezdenek feldolgozások lenni, és Percel Olivernek a műveit ajánlom mindenki figyelmébe, a fővárosi levéltár levéltárosáit, aki tényleg így megy alföldi településre, alföldi település, és 19. augusztusában, nem is tudom, a, valahol a szódi agyagbányába belelőnek 60 darab elfogad vörös katonát. Uh -huh. Csak úgy. Tehát akkor már fölbomlott, ugye jönnek előre a románok a Tiszától, fölbomlott a vörös hadsereg, nem akarnak velük bibelődni. Tehát az, hogy ilyen, ugye Hódmezővásárra helyen szintén egy ilyen nagyon gyanús helybeli kollaborátor figura segítségével román katonák, azt hiszem 54 embert mészárolnak egy város mellé itt, város melléki Tehát itt a, a, ezeknek a, a, csak a román megszállásnak, a halálos áldozatainak száma az, 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 bőven több, mint az úgynevezett fehér terror, vagy az úgynevezett vörös terror áldozatainak a száma. Tehát olyan 1000 és 2000 fő között járunk. És erről most. van kevesebb szó, tehát ugye a Erők, most már román az elég megszállás. sok szó, és a román Ugye a szerbek sem nagyon, hogy mondjam, nem bántak kézzel. És a, a, az erőszakra nem csak azt kell gondolnunk, hogy akit megölnek, persze, persze nyilván az erőszak áldozata. De itt hát egyrészt az is, aki nézi, és itt az erőszaknál azért nem erőszak, erről erő aztán tényleg nagyon-nagyon kevés szó esik. Helyi levéltári kutatásokból derül ki, tehát a, a, a vidéki levéltári évkönyvek nagyon jó erre van. Szabó Bence kecskeméti levéltárosnak van egy nagyon jó tanulmánya kecskemét román megszállásáról. Előkerül ez. Igen, nem erőszak van. Verik az embereket, tehát a román hadseregben eleve van bot büntetés és ezt, ezt nyilvánosan botbüntetők nagykörösi példája jött eszembe. A román hadsereg beérkezik, nem tudom, augusztus másodikán a városba. Két dolgot csinálnak. Az egyik az az, hogy a helyi direktórium elnökét azt a, 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 a városháza lépcsőjén tarkon lövik, tehát úgy, mint egy ilyen kínai stadionbeli kivégzés. Ö, és megbotozzák azt a nőt, aki bújtatta a direkt, meg a helyi újságnak a, a meg azt a nőt, aki bújtatta a direktori elnököt, szintén megbotozzák. Nyilvánosan 25 botot. Most a 25 bot az nem olyan, mint a magyar népmességben, ez a mutogatja a legény, hogy kicsit piros lett a feneket. Tehát 25 botütésben, hogyha azt úgy csinálják, már pedig ez nem, azért nem klinikai körülmények között zajlott, 25 botütésben egy gyengébb egészségű ember simán meghalhat. Tehát a fölcsúszik az ütés, leszakad a lépe, vagy a veséje, tehát hogy ez egyáltalán nem egy vicces történet. 50 botütésben egy, egy, egyébként egy, egy jó fizikumú ember is bele tud halni. Tehát mármint a szövődményeibe, tehát, hogy utána föreped a bőr és tehát, hogy ezek egyáltalán nem vicces történetek, és, és ezzel a szerb hadsereg is él, de a Magyarországon, tehát ugye Somogy megye déli része Baranya, Ö, ö, és, és, egyébként a cseszlovák hadsereg se olyan vicces. Ők botozni nem botoznak, de az, hogy belelövöldözzenek emberekbe, akik ellenük tüntetnek, vagy csak hord egy kokárdát, vagy csak azért, mert ideges vagyok, ezek simán előfordulnak. Tehát itt nagyon-nagyon sok erőszak hullám rakódik egymásra, ezt akartam mondani. Tehát, ö, és van egy közellátási összeomlás is. Tehát a magyar ö, ö, közellátás, ez tudom, hogy döbbenetesen hangzik, de a háború alatt viszonylag jól teljesít. Jobban, mint a német legyünk nagyon erősek. Tehát a, ez részben a magyar politikai törekvés van mm. mögött, hogy mezőgazdasági terményeket nem engedünk ki az országból, mm -hmm. csak nagyon keveset, az osztrák részre se. Mm -hmm. Tehát az, az osztrák közönyben azért van egy intenzív magyar utálat egyébként a háború végén, mert hogy ezek a rohadékok ott ültek, a, ott hisztak a kukoricájukon, és nekünk nem adtak. Tehát, hogy van egy ilyen kép a magyarokról az osztrák sajtóban mm -hmm. már a háború végén. De ez, azért elég, ez azért, azért megrodjan 18-ra, és akkor, és akkor látszik, hogy 18-19-ben a közellátás az abszolút kulcskérdés. Ez Bódi van egy csodatos képe erről, hogy tulajdonképpen a, 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 a tanásköztársaságot, ha most lehántjuk, persze nem lehet lehántani, de egy pillanatra, ha lehántjuk a politikai tehát a, a, a politikai körítésről, akkor azt lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen a, a fővárosi fogyasztók diktatúrája vidékiek fölött. Tehát ez, hogy a hogy begyűjtjük vidékről, rekvirálunk, és a saját politikai bázisunkat, alkotó ipari munkásságot élelmezzük belőle. Most nagyon durván leegyszerűsítve. Tehát ez a köztársaság politikája. De... Rablás, hát a korszakban tapintatos a rekvirálásnak, vagy a hívják. De ugye, mivel ez az ipari munkásság nagyon kicsi Magyarországon, azért az aránya 10% alatt van. Uh -huh. Ez nyilvánvalóan a paraszti lakosságban, nyilván az egyházellenesség, az alkoholtilalom, meg egyebek mellett egy elég komoly indulatot szül. Tehát ezért a, a, ezért lesz nagyon hamar minimális támogatottság a tanásköztárságnak egyébként. És a horti rendszer, a, vagy a, a horti korszak e, hajnala, az, az, meg azért fontos, és ez szintén Bódi Zsombor tanulmányaiba derült ki számomra, hogy, hogy, nagyon sokat beszélünk arról politikai konsolidációi rendtörvény, meg, meg, meg nagyatádi féle földosztás, meg minden. De egy kulcskérdés, hogy az egy határozott kormányzati politika, hogy a rendszer első éveiben, a 20 évek közepéig a kenyér árát, azt mesterségesen alacsonyan tartják. Úgyhogy közben fölszabadítják, tehát megszűnik ez a rekvirálási rendszer és a ami, tehát úgy alakítják át, hogy a termelőknek és a, a kereskedőknek is jó legyen, tehát nagyjából mindenki elégedett, mesterségesen alacsonyan van tartva a kenyér, mint alapélelmiszer ára, és ezzel gyakorlatilag a városi lakosságot, ahol azért 17-18 fordulójátok, ez elég intenzív a kenyér, tehát ilyen éjséglázongások törnek ki, ezek, ezt sikerül lecsendesíteni. Tehát a, a, úgymond konszolidációnak, mondjuk ez is egy ilyen kicsit csinál szó, de most fogadjuk el, a konszolidációnak a kulcseleme az, hogy a városi lakosságot is mondjuk az olcsó kenyérára vagy az alacsony kenyérárakkal ö, pacifikálni lehet, vagy legalábbis le lehet nyugtatni. Tehát, hogy itt, itt tehát ha 18-19 magyarja éhes volt, fázott, retteget attól, verték, verték, hogyha belekerült a szórásba, de legalábbis látta, hogy verték, vagy hallotta, hogy másokat vernek. Nagyon sokszor bejönnek a, a román csapatok, bejönnek a román csapatok egy településre, túszokat szednek, és a túszokat megverik. Tehát ez, és az kihallatszik a községházáról, mert ordítanak. És ugye az is döbbenetes volt még a korszakban, hogy persze találkozott az ember erőszakkal korábban is, de azért az korábban elképzelhetetlen volt, hogy egy vasúti állomás főnököt, egy jegyzőt, vagy egy főszolgabírót, vagy egy lelkészt a nyílt utcán megverjenek bottal. Tehát ez egy ilyen példastatuálás szándékkal is használták ezek a megszálló csapatok. Tehát ott minden egy csomó, hogy neki azt érezhette, még ha személy szerint esetleg volt is kajája, személy szerint nem volt erőszak elszenvedő, tehát nem őt verték, de látta azt gondolta, hogy minden, és akkor itt visszautalnék az ápli versorra, minden összeomlott. Itt, itt, semmi, semmi nem maradt abból a világból. És akkor értem egy csomó mindenkinek az fontos volt, hogy jött egy ember, aki azt mondta, hogy mindentől fogva rend lesz, meg lesz kenyer, ne aggódják. Ez volt Ez volt Horti Miklós. Most lehet ezt elítélni, meg lehet ezzel azt mondani, hogy ez, ez így nem volt oké. Okay, mondom, megint függetlenítsük attól, hogy én mit gondolok erről az egész személyesen, választópolgárként vagy azéként, de nyilván ez egy csomó mindenki vágyát megjelenítette arra, hogy na most már legyen vége. Tehát legyen kenyér, ne lövöldözzenek, igen, vége. ne éjszaka, legyen kenyér, járjanak a vonatok, izé, ne vigyék el a csirkémet. Tehát, hogy, mm. hogy ezt a fajta vágyat másfél-két év totális felfordulás után ezt elég, elég hihetően megtestesítette. Ez mindig felmerül az a kérdés, hogy a történetileg értelmezhető kérdés az, hogy, hogy mi lett volna, ha, meg hogy lehetett volna-e másképp. De ez az egész történhetett volna-e másképp. Tehát megtarthattunk volna-e több területet? Mert az elég érdekesen, de most a legendákkal együtt is elég érdekesen a, 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 alakultak a határmegvonások, meg nyilván lehettek benne esetlegességek, hogy, vagy bal szerencse ó, eredménye is lehetett az, hogy pontot húzták, meg a határt, ahol meghúzták. Szóval lehetett volna ez másképp, és a korszak politikai elitje hogy viszonyult egyáltalán a békeszerződés aláírásához. Hú, itt sok kérdés. Tehát te, ráadásul a mi lett volna ha, és ha, ha lehetett Kézzük volna azanszor. másként, az két rafkós kérdés nem teljesen ugyanaz. És én kicsit csaltam, mert az egyik könyvben valóban egy ilyen fejezet, hogy mi lett volna ha. De igazából inkább azt vizsgáltam meg, hogy mi lehetett volna -e másként, tehát hogy azonosítottam 5-6 csomó pontot, mondjuk 18 és 21 közti történelmből, tehát ahol azt gondoltam, hogy a magyar politikai elitnek volt választási, vagy a magyar politikai, tehát ami csomópontként merül fel akár a közbeszédben. Ha, ne, ha megnyeri a monarchia a háborút, ha, ha Tisza Istvánt nem lövik le, ha nincsen tanácsköztárság, ha nem írjuk alá a békeszerződést. És gyakorlatilag arra jutottam, hogy igazából az egyetlen döntési lehetőség, az a békeszerződés aláírásának az elutasítása lehetett volna. Nem azt mondom, hogy ez egy jó döntés volt, mert aztán hallottam, hogy ezzel különböző blogbejegyzésekben engem ez, hogy én azt mondtam volna, hogy nem írjuk, nem kellett volna aláírni. De hogy nem alá kellett volna írni, ezt a korszakban a magyar békedelegáció le is játszotta, de az egy döntési szituáció volt. Tehát hogy akkor nem írják alá. A, hogy, hogy, akkor nem írjuk alá. Tehát hogy az, hogy Tisza István szegény nem tudta eldönteni, hogy lelőjék vagy sem. Tehát ott nem volt döntési hmm. szituáció, meg a, háború, a háborús veszteségnél sem. Az, hogy a monarchiának föl kellett volna bomlania, be ugye még most is vannak ilyen legalábbis indirekt nemzetközi historiográfiai viták ezek kapcsolatban vannak egyébként, és az tök jó, hogy vannak. Én azt gondolom, szem, és, most az utóbbi időben előtérbe vannak azok a nézetek egyébként, amelyek azt mondják, most itt, hogy egy nevet mondja Peter Judson, egyébként holland születésű, de amerikai történész, nagyon, írt egy nagyon vastag könyvet legutóbb a Habsburg monarchiáról, amit nem fordítottak le sajnos még magyarra, ő, ő gyakorlatilag azt mondja, hogy igazából ezek a nemzeti ellentétek, ezek nem akkorák voltak, és a birodalom nem volt szükségképpen feloszlásra ítélve. Ez egy nagyon vastag könyv, és nagyon-nagyon sok devel, haval, és minden bizonyal van körítve az egész, de most is elnézést, hogy ilyen durván foglaltam ezt az állítást, de, de nagyjából ez. És vele szemben vannak úgymond más ö, ö, tézis képviselők, akik azt mondják, hogy ezek a nemzetiségi ellentétek, ha akkor nem, távlatilag valószínűleg szétfeszítették volna a monarhiát. És ezt én is úgy gondolom, inkább az utóbbi felé hajlok. Tehát azt gondolnám, hogy nem így kellett volna bekövetkezni a Trianonnak, de hogy hosszabb távon, 20-30-40 éves távon a monarchia szerintem csak úgy maradhatott volna fönt, ha átalakul egy ilyen katonállamá, vagy egy, egy, egy sokkal autoriterebb államá, aznak a fajta kicsit liberális, megengedőbb, egyensúlyozó, mérlegelő hatalomgyakorlási módnak egyre kevesebb tere volt a későbbi évtizedekben. Tehát, hogy ez valószínűleg ez szétfeszítette volna. Ez nem azt jelentette, hogy Trianonnak kellett volna jönnie, és Magyarország mindenképpen így kellett volna, hogy kinézen, de, de, azért, de azért hosszabb távon ez szerintem egy nehezen működtethető dolog lett volna. Ahogy mentek előre a nemzeti emancipációk, azért mégiscsak jó, hogy kevés, nem tudom, ruszin értelmiségi volt, de azért egyre többen lettek, akik azt mondták, hogy ez így nem jó, meg jogokat kér meg nem, meg a magyarok elnyomnak, stb. Uh, szóval, hogy én azt gondolom, hogy igazi választási lehetőség az, 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 a békeszerződés elutasítása lehetett volna, de ezt lejátszottam a magyar békedelegáció, tehát hogy ők összeültek, és egy ilyen többnapos ülésen 20 Akik márciusában. Aláérták, azok nem nagyon akarták amúgy aláírni. Egyébként nem akarták aláírni, de maga Aponyi is azt mondta egyébként, a békedelegáció legtekintélyesebb tagja, vagy fődelegátus, hogy ne írjuk alá. Teleki Pál is azt mondta, hogy ne írjuk alá. Ugye valami könyvbe idézem, Telekinek van egy, nagy, egy, egy szerintem egy nagyon megvilágító erejű levele 20 márciusából Lóci Lajoshoz, az ő egyik mesteréhez, vagy földrajzos mesteréhez, aki azt írja, és azt írja, hogy húsvétre hazamennénk, alig, hanem a, a legrosszabb, nem megváltoztatható békével. Ö, 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 ha nem írjuk alá, akkor a románok bejönnek újra, ugye a román hadsereg ekkor hagy üritette csak ki a Tiszántú, tehát 20 márciusában, a románok bejönnek újra, és Budapest éhen vész. Uh -huh. Úgy visszautalok arra, amit közellátásról mondtam. Uh -huh. Én meghoznám ezt, a, ezt az áldozatot, de mások nem. Mm. Tehát itt ebbe, ebbe a félmondatban szerintem nagyon élesen benne van az is, hogy milyen döntési dilemmái voltak a, a korábbi magyar politikának. Mert például Betlen István egyébként szintén a béke delegáció a azt mondja, hogy írjuk alá. Még akkor is, ha rossz, mert a, a határonatúri magyarok olyan jogi vákumban vannak, aminél minden jobb. Még az is jobb, hogyha van egy magyar állam, és elszakadt tőlük, de legalább tudjuk őket képviselni. Mm -hmm. Tehát, hogy, hogy, hogy ez nyilván egy rosszabb helyzet jött volna és az visszajön egy másik kormány, ami lehet, hogy rosszabb feltételekkel, még rosszabb feltételekkel kénytelen aláírni újra ezt a békét. Tehát nem, ez nem, volt, nem, lehet, nem jó, és, jó és rossz között. Ez lehet, a másik, rossz fontos, és rosszabb hogy, között hogy lehet, lehettek volna még rosszabb opciók is. Ennél, Persze, hát ugye az volt, hogyha megnézzük. Ott a cseszlovákok Így mendig... van. Tehát az volt ugye, hogy mindjárt beterjesztettek a békekonferenciára, az utódállamok beterjesztettek területi követeléseket ez ugye 19. január, február, amik először fölkerülnek, politikai szinten elmondták, hogy akkor mi van, és akkor lekerülnek ilyen szakértői bizottságokba, ahol megvitatják őket, és akkor ráadásul ugye Magyarországon tanács, azért nagyjából 20 vagy 19 márciusár közepére, tehát még a tanácsköztesség előtt eldölt nagy vonalban, hogy hogy, fog kin hogy néznek ki a magyar határok. Tehát akkor már lehetett tudni, hogy hogy mit Azt még, hogy nagyvárad Magyarországhoz tartozik-e, vagy sem, az, az, az még függőben volt, de az, hogy Székelyföld nem lesz Magyarország része, vagy Erdély nagy része, az, az, az biztos volt. Tehát, hogy nem a tanácsköztárság miatt született. Aztán voltak olyan módosítások, amikbe valószínűleg benne volt egy egy adakommunista ellenesség is, mint a Párizsi béke konferencia részéről. De, de, a, 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 és akkor látták a, az utódállamok, vagy az ő delegációk, hogy hát itt van tér, és akkor hát evés közben jön meg az étvány, ugye ősi igazság, és akkor elkezdtek, tehát ugye akkor szerbek előjöttek azzal, hogy hát csináltak egy nem népszámlálás, hanem népesség összeírást a megszállt baranyában, jaj, de sok szláv van itt, akik biztos, szláv nevű, akik el magyarosítva, akkor őket, akkor őket, akkor, akkor, hát azt is kérjük. Meg rájöttek a, a sok szláv mellett, hogy ez nem rossz, ha az egy államnak van saját szénbányája, tehát a komlói szénbányákra megpróbálták rátenni a kezüket. Akkor románok ugye alapvetően, amikor azt mondják, hogy a Tiszáig akarták a határt, ugye valóban a, a, a bukaresti titkos egyezményben bizonyos pontokon a Tiszáig akarták a határt, tehát mondjuk egy ilyen vásárosnamény tápé vonalon, ha húzzunk egy ilyen egy vonal a Tiszán keresztül, ezen a két ponton vált volna el a Tiszától. Ugye az, hogy a, a Tiszai határ az bizonyos értelme azt jelentette a számukra, hogy a bánság is az övék, tehát hogy a, az mondjuk a Szerbiának volt egy elég komoly üzenet. De közben azért így a, Rom a Budapestről, vagy a, meg a Dunatisza közéről való kivonuláskor eljátszottak olyasmikkel, hogy hát lehet, hogy a, a, a Tisza teljes hosszában lehetne magyar-román határa. A román vezérkari főnök helyettese írt egy ilyen mondatot, amit egy, egy román műből haláztam elő, de nekem nagyon tetszett, hogy a Tisza lehetne a mi rajnánk. Tehát, hogy értsd ez alatt, hogy a francia-német határa rajnánál fut, és akkor, ugye, de általánosabban azt lehet mondani, hogy ezek a határok úgy lettek meghúzva, és nagyon durván leegyszerűsítve az elvek, ami alapján születtek, már amennyiben, ugye volt egy etnográfiai elv, tehát valamennyire, nyilván ez csak lózungok szintjén létezett, de hogy hát ahol a magyar többségi terület véget ér, akkor ott, ott húzzuk meg. De ez, egy, 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 egy 30-50 kilométeres sáv van, tehát a folytatólagos, mm. ugye egy, egy másik történet, de alapvetően az, hogy hol húzódnak a határok, az a Dunától, tehát a Dunántúli részeken én azt gondolom, hogy ez a folyó, tehát az a Duna és a Dráva miatt van, a Dunától keletre, tehát a Dunatiszak közén és a, a kelet-Magyarországon, az alapvetően vasútvonalak alapján döntöttek. Mm. Tehát ott nem érdekelte őket... Sajnos teszem hozzá, hogy, hogy Nagyváradon 92% a magyarok ok aránya az 1910-es népszámolás szerint. A románok azzal érveltek, hogy ott van a szatmárnémeti Nagyvárad vasútvonal, amit majd ők meghosszabbítanak Arad felé. Ugye akkor még Aradra úgy lehetett csak menni Nagyváradról, hogy békés át kell szállni, vagy azon békés keresztül. Tehát békés is akarták egyébként az adott ponton. Ö, és hogy akkor ezeket megad, meg Máté szalkát, meg ilyeneket, de ezekre a követelésekre általában azt mondta a konferencia már, hogy ők már nagyon le akarták zárni ezt az egész dossziét. Tehát a szerb követelésre, is azt mondták, hogy jó, Komlói Szénbánya fele is, de kis barátom. A Tiszántúra is azt mondták, hogy jó, meg Békés Csabár is, hogy most már ne csináljunk Krisztusból bócot, itt vannak a izék. És ugye a, cseheknek is voltak olyan szándékait, hogy a Csehszlovákiának, hogy ők hídfőket akartak a Duna, a Duna jobb partján, tehát Párkányjal szemben, tehát Esztergomot is szerették volna a Győrrel szemben is. És ráadásul a Győri híd, vagy az Esztergomi hídfőni le van írva, hogy Hát ott ilyen pilisben, ilyen szlovák falvak tehát nem csak Esztergomot, hanem akkor nem tudom, pilis szentlélek, meg egyebek is belekerültek volna. Tehát és ez egy régi obszessziója volt a a, 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 csehszlovák politikának, tehát és innen köszön vissza azt, hogy 47-ben részben ugyanazok az emberek rak, össze a, a csehszlovák békeköveteléseket, és hogy plusz három falut elcsatolnak a pozsonyi hídfőbe, az részben ez, ennek az eredménye. Tehát, hogy volt egy ilyen kattanás a folyókkal kapcsolatban a, a ö, politikában, és akkor a, de alapvetően a vasútvonalakkal érveltek az utódállamok, a Dunától a keletre, és ezek a korszakban olyan érvek voltak, amik, amik ami, ami, egy ilyen bű, ö, hozzáadtak ahhoz a bűvszóhoz, amit úgy hívtak, hogy a határok élhetősége, viabilité, ez volt a, tehát, hogy ne csak, ne csak etnográfia alapom, akkor az lehet, hogy gazdaságilag nem lesz életképes, hanem vasútvonal kellene, meg vízfolyások mentén, meg mit tudom én, tehát, hogy ezekkel elkezdtek malmozni. És hát a, a végén, mint vesztes állam, nincs képviselt a békekonferencián, nincs igazából nagy hatalmi pártfogója, tehát nem volt senkinek igazából érdeke, hogy Magyarország pártját fogta. Néha az olaszoknak egy kicsit, de csak azért, hogy betessék a bicikli a, a jugoszláv békedelegációnak delegációnak a, a külői közé. Ez jól látszik egyébként a Soproni Népszavazás környékén, ami egy későbbi, későbbi történet. Tehát, hogy igazából ez, és akkor itt jön be a rossz indulat. Tehát, amit, uh -huh. amit említettél, azt gondolom, hogy nyilván van ez egyfajta rettentesen rossz országimázs, Kit lehet megbüntetni, kinek a területéből lehet igazán kistafírozni azokat az országokat, akikből szövetségi rendszert akarunk építeni. Kelet-Európában most akkor Magyarország került a, a rövidebb végére a botnak, hogy nem tudom, hogy mondják ezt szóval, hogy, 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 hogy ez, ez, ez okozta ezt a problémát. Hát ami nyilván az most nagyon fontos, nem kell, hogy, tehát, hogy mondjam, ettől nem kell, hogy jobb legyen nekünk. Csak attól, hogy a valós okokat megértjük, azt gondolnám, mondjuk ez lehet, hogy ilyen, te egy ilyen értelmiség idealizmusnak nézed, de hogyha van egy ilyen nemzeti önismeret, hogy akkor ebből tanul, nem az, azt, hogy tanulhatunk, csak hogy a jövőre bizonyos konzekvenciákat levonjunk belőle. Tehát nagyhatalmi érdekek döntöttek? Én azt gondolom, hogy nagyhatalmi érdekek, és az utódállami érdekekből a hely az, hogy abban a 30-50 kilométeres sávban, ahol mondjuk valóban a parciumban véget ér a magyar etnikai sáv, azon belül, hol húzódjon a határ, ott pedig vasút, vasút, folyó, tehát ilyen gazdaságföldrajzi megfontolások döntöttek. Azt mondanám, hogy nagyon pőre, nagy hatalmi és stratégiai érdekek, és utódállami érdekek. De azért érdekes egyébként, amit mondasz, mert mindezzel együtt ugye azt is állított, hogy Magyarország az sokatlagos fontosságú volt a béketárgyaláson. Igen, mondjuk ez változott, tehát hogy uh -huh. de alapvetően sokatlagos fontosságú volt, és ezért volt az, hogy ezt a dossziét nem akarjuk újra megnyitni. Tehát az, hogy Kis barátom te komlói szénbányát szeretné magadnak, hát akkor erre most lemaradtál, tehát hogy az előbb kellett volna gondolni rá, tehát hogy aha, igazából aha, értem. ennyire nem volt fontos, hogy most akkor újra elkezdjünk ezen húzakodni, uh -huh. hogy akkor most ki, ráadásul azt, azt Hornyák Árpád, Pécsi Történész kollégám kutatta ki, vagy kockáztatta azt meg, de brit iratokkal alátámasztotta azt, hogy ugye itt zajlik egy nyomakodás a folyókért, főleg a Dunáért, hogy ki kontrollálja a Dunát, és itt különböző stratégiák vannak, és ezen belül a brit tőke azt választotta, hogy elkezdett ilyen nagy dunai hajózási társaságokat fölvásárolni. A két nagyot, tehát a DDSG-t, a Donaudamschiffarsgesellschaft, tehát a Dunagössz hajózási társaságot és a dél-német hajózási társaságot. És a DDSG-é volt a komlói bánya, és a komlói szenet, a általában Mohács-Bátaszék, tehát ezen a vasútvonalon pakolták be a DDSG hajóira. És valószínűleg ezt a Árpád vetette, Hornyák Árpád vetette fel ezt a hipotézis, hogy a britek nem akarták komplikálni a saját dolgukat azzal, hogy a flotta nagy része egyik országban van, és akkor másik országban jelesül, akkor Szerbiába vagy Jugoszláviába kéne járniuk szénnel föltölteni a hajót, ahol lehet, hogy nem tudják, meg nem engedik át a Én, Tehát, hogy az, az, komplikálta volna az ő a volna az ő helyzetüket, épp elég volt kezelni a Bécs-Budapest mm -hmm. kettősséget, a, azért nem akartak egy harmadik országgal vesződni. Tehát le, itt, itt is belép a nagyhatalmi érdek. De hogy alapvetően már nem a, a, a szerbeknek is megmondja az egyébként velük halálosan szimpatizáló brit külügyi tisztviselő, ezt is leközöltük a kutatócsoportunk egyik kiadványában, megmondja a 19 októberében, amikor előjönnek ezzel, hogy de komló, meg de baranyal, meg de sok szláv van, hogy, hogy nem, most már alá akarjuk írni azt a rohadt nyűves békét, mielőtt teljesen felbomlik a békecsináló konszenzus. Ugye addigra az Egyesült Államok elhagyja, a, 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 a békekonferenciát aláírják már a német, az osztrák, a bolgár békeszerződés, és akkor van még a magyar, meg a török. És már nem, nem akartak ezzel foglalkozni. Közben létrejön a Nemzetek Szövetsége, tehát egy csomó minden lejátszódik már, és most akkor újra megnyitni azt, hogy: Oké, okay, akkor Komlói Szénbánya, oké, okay, kis barátom, te hétfőt szeretnél, te megyézit szeretnél, ezt már senki nem akarta, el volt fáradva, utálták egymást. Ugye az olaszok néha otthagyták a békekonferenciát, néha visszajöttek, kormányváltás volt, tehát hogy, hogy ez egy nagyon nehezen menedzselhető helyzet volt most pusztán ilyen, ilyen, ilyen szempontból. De az, hogy Magyarország sajnos tényleg sokadlagos szempont volt. Tehát a ha az első három, nem tudom a pontos sorrendet, vagy nem tudnám meghatározni, az első három a békekonferencia számára az mindenképp Németország, és ezen belül leszerelés jóvátétel, Oroszország, az oszmán birodalom sorsa, meg ezeknek a mandátumainak a sorsa, és akkor talán negyed vagy ötöd részben osztrák-magyar monarchia, és nem vagyok erről meggyőződve, hogy ezen belül mondjuk a magyar kérdés első lett volna. Tehát, hogyha uh -huh. pusztán dekára nézem a francia diplomáciai levéltárban a Magyarországa foglalkozó doksikat, a sziléziai szénnel legalább ugyanannyi foglalkozik például. Uh -huh. Tehát, hogy, 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 hogy igen. Tehát, hogy most ez ez nyilván nem esik jól nekünk, de hogy, hogy bizonyos értem ez nem volt, nem volt fontos. Meg egy, volt egy intenzív ellenszenv Magyarország ez is kétségtelen. Meg a bolsevizmus miatt féltek is tőle. Akkor Magyarország fölkúszott. Tehát, tehát a, akkor a, a... tanácsköztársaság ennyiben hozzájárult ahhoz. Annyiban hogy... hozzájárult, és ha megnézzük, ugye, hogy vannak olyan döntések, amelyek Magyarország területi döntések, amik Magyarország kárára születnek, és azok általában tanácsköztesség alatt születnek. Tehát egyrészt Nyugat-Magyarország, ugye a mai Burgenlandnak az osztrák kézbe az osztrákok begyújtják a rakétát, és az egyik érvük az az, hogy hát ha Bécset nem sikerül letetni Burgenlandból, ami részben igaz volt, akkor nálunk is kommunizmus lesz, mint náluk, nézzétek meg. Mindezt úgy egyébként, hogy ezt egy részben szociáldemokrata, <laughs> és egyébként balolda, részben baloldali szociáldemokratákból álló osztrák kormány hinti el tehát hogy Burgenland, és a kisebbek közül talán kevésbé ismer, de ugye Ligetfalut, Pozsony Ligetfalut, Pozsony tehát ezt a bizonyos, hogy beszéltünk a Dunai hídfőkről, tehát a Pozsonya a szemben lévő településen egészen 1919. augusztus, ö, azt hiszem 12-éig, ott magyar fennhatóság van, tehát ott van tanácsköztársaság, van Károly, és 12-én hajnalban a Cseszlák hadsereg lerohanja a, a híd Magyarösségét, elfoglalják Pozsony Ligetfalut. falut. Ugyanekkor a, 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 a király, az új szerb-horvát királyság hadserege, megszállja a Muravidéket. Ami addig nem volt, tehát addig ott is Lendván, meg Muraszombatban volt tanácsköztárság, meg Káromifaladon, tehát ott magyar közigazgatás volt. Azt gondolnám, hogy részben ez egy ilyen kompenzációként arra, hogy jó, hát Baranyát nem, de akkor Muravidék az, 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 Mura az lehet. Tehát, hogy itt ö, ilyen típusú területi döntések ö, biztos, hogy a, azt gondolom, hogy nagy valószínűség a tanácsköztársaság miatt vannak. Nyugat-Magyarország esetében egész biztosan. Igen. Most a az összes legendát nyilván azt nem fogjuk említeni, de nekem van két kedvencem, illetve nem két kedvencem, csak az egyik az nagyon kúrrens. Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésé, mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját. Ez azért olvasom fel, mert hogyha ez tényleg június 4-én megy ki ez az adás, akkor hogyha most a kollégák fölmennek a Facebookra, akkor tele lesz ezzel a faluk, és aláírás Aponyi Albert. Igen. Na most hát Aponyi nem mondott ilyet. É, és ezt már erre már néhány újságíró is felhívta. Ez, ez, ez egyébként politikától független, Szentesi Zöldi Lászlótól kezdve nagyon sok mindenki elmondta, hogy ez nem így van. Um, ez egy e, nagyon kedvelt idézet egyébként. Igen, egyéken, de egyébként, ha megnézzük, retorikailag rossz idézet, egy, három szó ismétlés van benne. Most Aponyi a korszakban egy marha jó szónok volt. Tehát tényleg ő egy ilyen nem nem nemzetközileg jegyzet. Persze, hát ezt. ő interparlamentáris unióban is, te még alelnök is volt, meg minden, tehát ő már a, 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 háború előtt is volt egy bizonyos nemzetközi tekintélye, persze, hogy a német barátnak könyvelték meg, stb. De hát egy, egy, egy óriási szónoki tehetség volt. Ez már nagyon, aki hallotta tőlem, ezt elnézést kérek, ezt a csodálatos anekdotát, Herceg Ferenc emlékezésébe van benne, hogy Herceg a század elején Pécskán, Arad, indult ö, ö, képviselőként, kormánypárti képviselőként, és az ő ellenjelöltje, a függetlenségi ellenjelölt, az fölkérte Aponyit, hogy kampányoljon mellett. hogy Aponyi akkor éppen ellenzékben volt, hogy a politikailag elég megbízhatatlan volt, hogy a korszakban így is hívták, hogy politikai szélkakas, de azt mindenki elismerte, hogy, hogy egy kétségtelen szónoki tehetség. Mm -hmm. És Aponyi elment Pécskára, vasárnap templom után, kín a főtéren, izé, minden a nők sírtak, a férfiak és nyomogatták a szemüket, óriási szónoklat után a fogadás a községházán, és akkor kérdezi a bírót, aponyi kicsit úgy, hogy na milyen voltam stílusban, hogy akkor kire szavaznak, és akkor a bíró mondta, hogy hát mi bizony a Herceg Ferenc méltóságos fogunk szavazni. És akkor mondta, hogy de hát akkor miért bolondítottak engem ide? És akkor ránéz a bíró, és azt mondja, hogy azért, mert hallottuk, hogy szépen beszél, és akartuk hallani. Tehát, hogy neki ilyen híre volt, tehát, hogy ez egy retorikailag szerintem elég rosszul megfogalmazott mondat. Ráadásul elképzeljük a konkrét szituációt, akkor ez egy elég nehezen képviselhető álláspont, tehát hogy oda megyek Párizsba, mert ugye ez állítólag ott hangzik el, oda megyek Párizsba, és azt mondom neked, hogy ezt meg ezt meg szeretném kérni, ne vegyétek el erdét, léci, léci, de egyébként rohadjatok meg, és le fogom köpni a sírotokat. Tehát, hogy ez így nem, ez, ez szerintem nem, nem áll össze ez a dolog. De egyébként, ha valaki megnézi az úgynevezett védőbeszédet, vagy tehát amit elmond a magyar békefeltételekre válaszul Aponyi, ugye ez tulajdonképpen erről szól a beszéd, hogy kommentálja a már megkapott békefeltételeket, akkor nem szerepel benne ez a mondat. És nem szerepel Aponyi parlamenti beszédeibe se, és a választókerületében elmondott beszédeibe se, sőt a most már kiadott levelezésében sem szerepel. Én beszéltem erről a két legjobb Aponyi ismerővel, Anka Lászlóval, ugye a Veritas Intézetből, és Tejler Miklóssal az eltéről, ők sem találnak ilyet. Tehát ez a, ez a, ez a szöveg jó eséllyel, jó eséllyel nem hangzott el el. én az első nyomát az interneten 2017-ből találtam ennek. Tehát ez egy, azelőtt nincsenek nyoma, hogy ez, ez a szöveg lett volna. És most már ugye az a vészes, hogy én itt kicsit korszerűtlenül egy könyvben, amit meg kell venni, el kell olvasni, ezt leírtam, de hát Uh, ahogy látom, 11-12 éves ember körülbelül másfél percnyi munkával ebből mémet tud előállítani, és a Facebookon 813 ezer ember osztja meg körülbelül. Tehát nyilván a küzdelem tök egyenlőtlen, csak azt gondoltam, hogy ez fontos megemlíteni. Annál is inkább, mert most már azt látjuk, hogy ez nem csak mémekbe terjed, hanem most már konkrét emlékművön is szerepel. Tehát van olyan emlékmű, mm -hmm. például most akkor nevesítsük Pécelen, egy aponyi emlékmű, ahol ez ez az idézet szerepel kőbevésve, és ott van alatt, a aponyi Albert. Tehát, hogy bizonyos értemben már a köztereinkre is betör ez a dolog, ami szerintem nem egy jó mondat, aponyi biztosan nem mondta, és, és mit is jelent tulajdonképpen. Tehát, hogy azt, hogy mondom, köpünk a sírotokra, hogy majd egyszer bosszút visszajövök, és bosszút állok, de hát, vagy bosszút állunk, De hát ez ez, ezt, ezt lehet így érezni, csak, csak ezzel, ezzel így nem megyünk előrébb szerintem. A másik legenda, ami, ami, viszont az egyik kedvencem volt, az a Kárpáti Piroska üzenet Erdélyből. Mi a, mi a történt, ki az a Kárpáti Piroska? Ugye itt nagyon sok, ez, ez, is már az, azért jó, hogy ezt így előhoztad, mert ez is egy annak kapcsán merült föl, minket kértek egy, egy mert szóval a többiről, kérte, többiről így, most nem akarom beszélni, mert Mackenzen, meg stb. Igen. ezek a nevesebbek. Hogy de... a Kárpáti Piroska, ugye elmenetleg Kárpáti Piroska, hogyha valaki beüti a nevét az interneten, vagy a Google-ba, akkor azt fogja találni, hogy Kárpáti Piroska egy székely tanítónő volt, akit az Üzenet Erdélyből című versért kivégeztek a románok aradon. Most ugye az ember, ha így hallja ezt a történetet, már eleve gyanús lesz több minden. Egyrészt a Kárpáti Piroska nem egy klasszikus, Kárpáti ez nem egy klasszikus, ez egy klasszikus magyarosított név, vagy német, vagy zsidó eredetű, de ez ne semmiképp nem egy székely név. Ráadásul, hogyha valaki székely, akkor miért aradon végzik ki, nem tudom, több száz kilométeres székely tehát ez nem egészen áll így össze. És az ember elkezd nyomozgatni. Ja, igen, azért, mert hogy fölmerült az egyik budapesti kerület, most nem akarom megnevezni, mert nem, igazából nem a kerület a lényeg, hogy a civil szervezet Kárpáti Piroskára teret akart elnevezni, és akkor ennek volt a különböző ilyen szakértői ö, ö, fordulói, meg, meg szóval ez egy fölbukkant a és megint arról van szó, hogy így már a köztéren jelenik meg ez a dolog. Most a, meg, utána megyünk a történetnek, valóban létezik az Üzenet Erdélyről című vers, csak azt nem Kárpát Piroska írta, aki valószínűleg nem is létezett, hanem egy bizonyos tábori Piroska, aki egyáltalán nem székely tanítónő volt. Tanítónő volt, és egy darabig valószínűleg tanított Székelyföldön, meg Sepsi járt, de egy zsidó származású nő volt egyébként, ha mindenki találkozott már az ő munkáival, aki elmúlt 30 ebben az országban, ugyanis Nils Holgerssonnak, a Nils Holgersson utazásainak, ő volt az első magyar fordítója, tehát Kákalaki, Akka és a többiek, azok az ő fordításában születtek meg. Emellett ilyen életvezetési tanácsadókat írt, meg lapot szerkesztett, meg fordított, meg tehát tehát, ugye nagyon sokféle aktivitása volt. Valahogy a holokausztot nem lehet igazán tudni, hogy hogyan vészelte át, de minden esetre 46-47-ben lehet, hogy a holokauszt alatt elszenvedett üldöztetés miatt, részben magánéleti problémák miatt, legalábbis a korabeli lapok erről írtak, öngyilkos lett Budapesten. Na most ha a kérdés az az, hogy tábori piroska megérdemelne egy utcát Budapesten, szerintem igen. És, és ő, igen, ő írta ezt a verset. És ő írta az üzenet Erdélyből című verset, ami nagyon-nagyon népszerű volt a két világháború között. Ha megnézi az ember a korabeli iskolai értesítőket, egy tucatnyi helyen évvégén biztos, hogy elhangzott iskolai ünnepségeken. És ő eleinte aranyos, mert tiltakozott, meg így megírta, hogy kérem, ilyen újságban hirdetést tesz közzé, hogy én vagyok, nem Kárpáti Piroska, aki. És egy idő után, egy, néhány év elteltével így, azt hiszem, naplójegyzet, nem, és a saját lapjába leírta, hogy hát jó, én írtam a verset, de most már mindenki azt gondolja, hogy Kárpáti Piroska, olyan, mintha népmese lenne, és a népajkán született, semmi baj, de én írtam tulajdonképpen. Tehát akkor már ilyen lemondó volt Hü -hü. ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy a kérdés az, hogy megérdemelne egy utcát, vagy köszteret. Szerintem igen. Mert, hogy megírta a verset, egyébként egy fontos a, a, nem, a női szereplők megbecsülésében nem feltétlenül éleljáró magyar irodalmi emlékezetben fontos lehet a szerepe. Ez az egész mondjuk úgy revíziós Revíziós, írt egy más revíziós verseket is, azok nem voltak különösebben jól uh -huh. sikerültek. Ez az üzenet Erdélyből is egy, egy korrektül összerakott vers, nem mondanám, hogy egy olyan, most ha nem vagyok egy irodalmár, de nem de mindenesetre a saját érzéseit írta le, és nyilván vesztességként élte meg a dolgot. Egyébként a nagynénye volt, ö, ö, tehát hogy itt ugye a Tábori Pálnak is, meg a Georg ö, von Táborinak, tehát a, azt hiszem a nagynénye volt a, a, a Németországba karrierbe futott színpadi szerzőnek. Tehát, hogy egy, egy ilyen literátus családból jött, az apja is ö, újságszerkesztő volt, a, a nevelő anyja pedig Tucsek Anna, a Cilike, meg hasonló lányregényeknek a szerzője. Tehát, egy ilyen literátus családból jött, biztos megérdemlő, hogy legyen utcája vagy tere, de nem, nem kárpáti piroska, viszont azért nem, mert nem létezett. Tehát, hogy képzeletbeli nőkről vannak elnevezve utcák, Azért, tehát dobó, nem tudom, hogy mennyire sokkolja a nézőket, vagy hallgatókat, de dobókat itt sem létezett, meg Rozgonyi Piroska sem jó eséllyel, tehát hogy, de ennek ellenére van róluk utca, sőt, Dugovis sem, bár ő nem volt nő, bárki tudja. Manapság de manapság, hogy, ne. manapság ne, ez, igen. De hogy, de hogy ott, egy pontosan nekik tulajdonított szerep miatt kapják az utcát. Mm. Mert hogy Dobó Katica, ugye, hogy Dobó István. Lánya volt, és harcolt az egri nőkkel. Nem létezett, de irodalmi személyiség, van egy, egy kézzelfoghatósága, mert hogy Tóth Kálmán nevű... Ő, bajai ö, 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 szerző ezt megírta. Ö, de Kárpáti Piroska nem írt meg semmit, hiszen azt, amit neki tulajdonítunk, azt nem ő írta, hanem egy tábori piroska. Tehát, hogy nem tudom, hogy érezhető a különbség a kettő között. Tehát, hogy... Viszont tábori piroskának akár járhatna is. Járhatna Csak. simán. Szob, ö, szobrot, utcát tábori piroskának. Jó üzenet. Ö, utolsó kérdésem, hogy Valójában miért, szerinted, valójában miért uh, tragédia, Trianon? Gondolom te sem vagy rajongója az eseménynek. És uh, és mi az, amit uh, tudunk hasznosítani belőle? Tehát, hogy mi, mire érdemes ezt az egészet fordítani? Mi az, amivel valami pozitívat kihozhatunk ebből? Vagy lehet -e egyáltalán Trianonnal bármit kezdeni, vagy igazából, ahogy írod, nem lehet vele igazából semmit csinálni? Igen, se az egyikbe, egyik könyvemben írtam, kicsit pessimista hangulatban voltam akkor, ez még 2015-ben. Um, Nézd, az egyik egy nagy üzenet a végére, nyilvánvalóan egy tök igazságtalan békeszerződés volt, és azt gondolom, hogy egy minimális jó indulattal, most a nagyhatalmak részéről, ugye annak a kb. 3,2 millió magyarnak a fele, aki közvetlen határ mentén élt, az Magyarországon tartható lett volna. A, akkor is van a magyar kisebbségi kérdés, tehát meg a székelyföldet, meg mondjuk a mit Kolozsvárt, vagy Kalotaszeg problémáját, az sem, akkor sem oldja meg, csak mondjuk a nagyságrendje egyel kisebb ennek az egésznek. Ö, egyrészt az, hogy ennek egyébként van Magyarország, és ezt tudom, hogy dur hülyén hangzik, meg egy ilyen kicsit ilyen rózsaszín optimizmusnak tűnik, de hogy ez egy óriási csapás volt. Ö, vannak pillanatok, amik úgy néz ki, hogy, hogy nem is lesz Magyarország. Most itt 19 őszére gondolok, hogy uh -huh. itt, hát itt, 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 az egész ország megszállt, és nem merült ugyan fel, hogy én olyan iratot nem láttam, hogy arról szól, hogy teljesen szűnt, tehát, hogy osszuk fel Magyarországot, mint Lengyelországot, de azért az egy, egy óriási csonkítás, és, és nagyon sok mindenkinek Nyilván változó mértékben ez egy sok volt, de hogy ennek ellenére létezik Magyarország ebben a formájában is. Vannak magyarok, van magyar kultúra, van határon túli magyar kultúra is. Nyilván itt vannak olyan demográfiai folyamatok az elmúlt időszakban, fölgyorsuló formában, ami kevés optimizmusra adnak okot. Ö, amikor így a békeszerződés előnyeit, úgymond előnyeit emlegeti valaki, ha előadást tartok, akkor ez föl szokott bukkani, vannak emberek, akik mondják, hogy miközben elkötelezettek, tehát igazságtalanságnak tartják, de hát én nem lennék, ha nem volna Trianon, mert édesanyám családja izéről, Nyitráról menekült, édesapám családja meg Brassóból, és egyébként ők valószínűleg soha nem találkoztak volna, de így megtalálkoztak. Tehát mondjuk az egyén élettörténetekben uh -huh. ilyen Típusú, ilyen típusú történések lehetségesek. Tehát, hogy létezik Magyarország, ö, szerintem ö, annak a módját kell nyilván megtalálni, hogy. A, és én itt elsősorban arra koncentrálnék. Tehát van ennek egy. Nem feltétlen nosztalgiának mondanám, ez kicsit ilyen pejoratív ebben a kontextusban, de mondjuk emlékezet része. Tehát, hogy mondjuk vannak olyan magyar kultúrás emlékek a szomszédos országokban, hogy ez nagyon erős kötődésünk van, magyar lakosság már nem nagyon van, vagy minimális számban, ezzel kell valahogy dolgoznunk. Tehát, hogy az, az a, az a, miénk, fejben a miénk, meg oda újra és újra el kell menni, most vajdahunyattól kezdve eperjesig mondok valamit, tehát hogy, ahol, hogy, hogy azt azzal tudjuk magunk tenni, vagy megtartani az emlékezetünkben, elmegyünk oda, meg fölmegyünk a várba, meg fölmegyünk a hegyre, meg a, a, mit tudom, az eperjesi költői verseny emlékművére viszünk virágot, meg, meg kassán, megnézzük Rákóczi sírját, tehát ezek ott vannak, nem mozdulnak, a mieink. És van egy másik oldala, hogy az, hogy azok a közösségek, ami kiszorultak a határon túra ebből kifőleg, és ilyen kényszer közösségként jöttek létre, tehát, hogy rájuk lett kényszerítve az, senki nem akart feltétlenül felvidéki magyar lenni, mert egy párkányi lakosnak eszébe nem jutott volna, hogy ő felvidék. Azokat a módokat kell megtalálni, ez meg részben politikai döntés kérdése, hogy, hogy, vagy politika, politika kérdése, hogy, hogy hogyan, tudjuk megadni a lehetőségeket a minél, az életük minél szabadabb élésére, és az, hogy a nyelvüket, meg az identitásokat, meg a kultúrájukat minél jobban meg tudják élni, és minél háborgatásmentesebben tudják ezt az életet élni. És ebből, ebből a szempontból kicsit lehet, hogy nem tetsző dolgokat mondok, majd akkor legfeljebb elmondod, hogy ez nem, nem jó dolog. Lehet, hogy kevésbé kell ragaszkodni ahhoz. Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy ott éljen ahol szeretne, magyarként, és meg kell adni a lehetőséget arra is, hogy eljöjjön onnan, ha már nem tud magyarként élni. Tehát, hogy attól, hogy, hogy kitartás az ősi helyen, szerintem abban a világban, amiben élünk, most, aztán lehet, hogy tíz év múlva ez másmilyen lesz, nem sok jogalapunk van egyrészt ezt mondani, tehát hogy akár Kárpátalján vagy vagy, vagy másút maradjon ott azért, mert nem tudom, ott, ott volt Rákóczi öreg tölcsfája. Ez végén. a menekültekkel kapcsolatban ugye fölmerült a korszakban. Igen, nem, igen, és ott a, a menekültekkel, ugye nem akartam kitérni, ezzel, igen. ezzel foglalkozom igazából nagyon sokat az utóbbi időben. A korszakban sem volt egészen egyértelmű a fogadtatásuk amúgy ö, Magyarországon. Nem azért, mert az emberek rosszak vagy gonoszak voltak, hanem azért, mert az ember, a, a, a trianoni magyar, maradék Magyarországon maradt magyarok is ö, szenvedtek, meg megszállás, amiről beszéltünk. És, és hát, maradjanak az őrhelyen. Maradjanak az őrhelyen, meg, meg, konkurenciát jelentenek a munkaerőpiacon, a lakáspiacon, a, a, közellátásban. Tehát most egy példát hozzak, a Ceglédi Kossuth Lajos gimnáziumnak békeidőben volt 18-20 tanára. Volt időszak, amikor a menekült tanárokkal az 53 főre duzzadt föl. Na most azért el lehet képzelni, hogy ez a, ez a ilyen típusú duzzasztás milyen feszültségeket kelt egy tantestületben, még ha csak átmenetileg is. Hogy egy példát mm -hmm. mondjak, de ez elég plastikus, azt gondolom, hogy akkor 53 ember között kell elosztani majdnem ugyanannyi órát, vagy egy kicsivel több órát, és ugyanúgy, és ugyanolyan fizetésért. Tehát, hogy ez, ez, nyilván feszültségeket kreál. De ez csak egy példát hozom, most nem a ceglédieket akarom bántani, mert csak ez, ez, föl van dolgozva, tehát ezt tudjuk meg, Hürti György megírta, és akkor ez tök jó föl van dolgozva ez a téma. Tehát, hogy, 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 hogy hogy nem lehet szerintem azt mondani a mai világban azt, hogy maradj ott, mert, 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 az az őrhely, mert, mert hogy látják hogy az emberek, hogy másút jobb. Most, a, most erdélyi magyarra vagy, 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 vagy kárpátai magyarra gondolok, tehát hogy ez egy ilyen történet. Aki meg ott marad, azt nyilván meg támogatni kell, meg ez egy heroikus dolog, de nem, hogy mondjam, nem, nem, tud mindenki hős lenni. Tehát, hogy ennyi, ennyi megértés szerintem belénk kell, hogy szoruljon ezzel kapcsolatban de hát végig kell gondolni, nem vagyok politikus, egy ideig dolgoztam ilyen kisebbségpolitikai think tankbe, de, de nem, nem tudok arra választ adni, hogy mi a jó kormányzati politika azzal kapcsolatban, ne. hogy ott helyben tudjanak maradni az emberek minél inkább, vagy, vagy minél teljesebben meg tudják élni ezt a magyarságot. Mert ugye itt vannak demográfiai folyamatok, másrészt vannak intézményépítési folyamatok is, és az elmúlt években vagy évtizedben nagyon-nagyon sok pénz ment határon túl, és tényleg nagyon, nagyon nagy dolgok épültek ki, akár iskolában, akár egyházi szempontból, akár más, mindenféle szempontból, még akár infrastruktúrálisan is, csak hogy hogy, hogy, hogy ez hogy ennek milyen a megtartó ereje, azt meg fogjuk látni. De hát még mindig, tehát a magyar nemzet mindig talpra tudott. Tehát meg, meg én azt látom, és tényleg lehet, hogy akkor ez a záró gond, de kicsit most így keresem a gondolatokat közben, hogy amikor kulturális diplomataként dolgoztam Párizsban, akkor én azt láttam, hogy hogy a, hogy a magyar egy, azt szoktunk lamentálni meg, hogy mindig összeveszünk egymással minden, de a magyar egy hihetetlen erős identitás. Uh -huh. a, egy nagyon erősen nyelvhez kötött identitás, egyébként ami ami be is zár minket, meg az a tudatunk van, hogy úristen, a magyar nyelvet nem érti senki, nem érti senki, és nem is akarja megtanulni, de hogy, hogy egy nagyon erősen nyelvhez, meg kultúrához kötött identitás, amihez általában eléggé ragaszkodnak a, 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 hogy mondjam, a hordozói. Tehát ez szerintem mindenképpen erőt ad. Nagyon könnyen azt mondjuk a másikról, olyan embereket láttam ott ringatóra jönni, akikről, meg meg, meg magyar kultúrás rendezvényekre, meg elküldte a férjét, hogy a francia férjét, vagy a feleségét, hogy licens tanulja meg magyarul, mert itt, ha magyarul fogunk beszélni a gyerekekkel, akikről Budapesten soha nem gondoltam volna, hogy ez számára fontos vagy egy központi kérdés. Tehát, hogy, hogy, hogy ebből a szempontból én úgy vagyok bizakodó, hogy a magyar egy nagyon erős identitás, annak ellenére, amit szeretünk hinni magunkról, hogy oldott kéveként hullik szét nemzetünk, stb. Az más kérdés, hogy mit azt kell megtalálnunk, mint, talán mint a 19. században, hogy mitől, mitől trendi, vagy mitől nagyon menő magyarnak lenni, ami ugye az egész 19. század húzatját adta, hogy itt a sváb, verseci sváb patikus gyerektől a, a deákiban született félig tótparasz gyerekig mindenki azt mondták neki, te híres író leszel, te meg érsek, és ez az ajánlat működött. Hogy ez hogy, ez hogy tud más, vagy, vagy más, másféleképpen működni új körülmények között, ezt kell kitalálni. Vagy már lehet, hogy kitalálódott valahol. Sok mindenről nem beszéltünk, de nyilván kimeríthetetlen a téma. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. És a nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Találkozunk jövő héten is. Sziasztok!